Halleluja, szeretettel köszöntelek benneteket. Látom, hogy a nyár az utolsókat rúgja, és hogy klasszikusok mondták, sokan még elszaladtak a tengerre. Hát, ha jövő héttől már nem lehet. Én nagyon-nagyon örülök, hogy vagyunk ezen a helyen, hála Istennek, többen, mint ketten, hárman, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy felüdülést okoz és hoz az Istennek az igéje mindannyiunk szívében. Évek óta nagy dilemmáim vannak mindig a nyárral, mert ha bár most idére ez megoldódott, de nagy családos apuka vagyok, és hát ide-oda kéne mennem vinni a gyerekeket pihenni, de egyszerűen nem tudom megmagyarázni, hogy nekem, ha otthon letelepedek, leülök, és nem csinálok, most idézőjelben mondom, semmit, az a legnagyobb pihenés, úgyhogy nagyon örülök, hogy a gyerekeimnek a 90%-a már felnőtt, és így tudnak menni a saját utukon, de most a napokban egy egyszerű kis szőnyeget találtunk, van egy ilyen kis téli kertünk, egy ilyen kis jellegtelen szürke szőnyeg, ilyen jó szőrös, és már nem kutyaszőrös, hanem így van megcsinálva eredetileg, és valahogy azt oda ledobtam, letelepettem, és mondtam is a feleségemnek, hogy ez már majdnem mennyország. Tehát ennél több, ez jobb mindennél. Szóval egyszerűen, amikor az ember meg tud nyugodni és meg tud telepedni, különösen ebbe a rohanó fogyasztói társadalomban, amikor még mindenki el akarja intézni az utolsó dolgot, aztán holnap is el akarják intézni az utolsó dolgot, és ez így megy hosszú évtizedek óta, ezért nagyon-nagyon kívánatos dolog az Isten jelenléte, és nagyon-nagyon kívánom és várom azt, hogy a keresztény, a krisztusi emberek, a Krisztust váró emberek tényleg eljussanak odáig, hogy várják Krisztust. És hogy nincs ennél fontosabb dolog, mint a Krisztust várni. Beállítottam az órát, úgyhogy nem is rabolom a saját időmet, mert baromi gyorsan elmegy ez az idő, de ahogy említettem nektek, azért igazítom ehhez magamat, mert én elbeszélném reggelig az Isten igéjét, de szeretném egy pár hét múlva, szeptember közepétől biztosan úgy megváltoztatni, illetve ez van a szívemen, legalábbis Isten ezt helyezte a szívemre, hogy én befejezem a prédikációt, és utána legyen lehetőség ezt megbeszélni, átbeszélni, mindenki hozzá tudjon szólni, mert valahogy el kell indítani azt, hogy a közösség ne csak hallgatóság legyen, hanem hozzá tudjon szólni, és azt gondoltuk, hogy az Isten tiszteletek erre nem alkalmasak, de alkalmasak, csak egyszer a beszélőnek be kell fejeznie, egyszer az éneklőnek be kell fejeznie, és ha ezt meg tudjam, és arra jöttem rá, hogy ez nagyrészt rajtam áll, mert ha én itt befejezem, akkor muszáj valamit csinálnotok, vagy elmentek haza, vagy kérdeztek, vagy beszéltek, de egyszerűen szeretném olyan helyzetbe hozni a jelenlévőket, és jó szívvel mondom ezt, hogy tényleg meg tudjuk beszélni, és mindenkinek, amit felhoz a szívében, Isten azt ki tudja fejezni és el tudja mondani, és tudjátok egymás hite által, hogy hallgatjuk az igét, nagyon sokszor mindenkinek mutat az igéből valami kis csodát az Isten, és ha ezt össze tudjuk tenni, akkor létrejön belőle a nagy csoda, és azt gondolom, hogy ez jobban megerősíti a szívünket és a lelkünket. A múlt héten, vagy talán hetekkel ezelőtt ugye elkezdtem egy dolgot, ami arról szól, és egy nagy csapdának neveztem ezt, ami arról szól ugye a szemeinkkel ebben a korban, de 1700 éve így megy már, hogy látjuk, hogy időről időre, és ez az utolsó idők végéig így fog menni, időről időre az egyházakból, azokból az egyházakból, akik valaha Krisztust követték, vagy keresték, azok más támaszt keresnek, leszoknak Krisztusról, és különösen az állam hajlékaiba menekülnek. Aztán arra szerettem volna felhívni, és múlt héten ebbe kezdtem bele, illetve már múlt hét előtt is, hogy ez az első nagy szétválasztás, és annyira örülök, hogy ez zajlik ma, mert ugye nem kell mindig 1700 évet visszamennem, mert nagyon nehéz lenne nektek elmagyaráznom, hogy igen, én ott voltam, és láttam nagy Konstantinuszt, ahogy hozta ezeket a törvényeket, és láttam az első zsinatot, és láttam ezeket, mert ugye nem hinnétek el nekem, de ezért időről időre ez az elmúlt évszázadokban felbukkant, és pont egy olyan időszakot éltünk, amikor lehetett ezt látni a TV képernyője, kamerája előtt, hogy ez hogy történik a valóságban. Testvéreim, ezt nagyon sokan elbagatelizálják, és lekezelik, és úgy vannak vele, hogy
ez egy olyan hír, ami mindennapos, és amivel nem kell foglalkozni, és látom, hogy én is nagyon sok kritikát kapok ezzel kapcsolatban, hogy miért foglalkozok ezzel ennyit. Azért foglalkozom ezzel ennyit, mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, az ember a Krisztussal való kapcsolatból kiírja magát. Tehát ez nem egy aláírás csak, ez nem egy olyan, mint amikor te láttamozod a gyerekednek az ötösét, vagy a négyesét, vagy a hármasát, hanem ez ennél súlyosabb dolog. Sokkal kisebb hírek, sokkal nagyobb jelentőséget kapnak, ha V.V. Gizike megnyeri a Valóvilág 86-ot, a sokkal nagyobb híradást kap, mint egy ilyen, pedig ebben emberek ezreinek a sorsa dől el, itt Magyarországon is, és nagyon sok helyen a világon. Ez történik. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy abban az Amerikai Egyesült Államokba, ahol az alkotmányt, amikor lefektették, ugye az volt egy világos kép, és azért volt olyan sikeres, ha megnézitek, nagyon sok jó dolog származott Amerikából, például a pünkösdi ébredés is onnan jött, aztán nagyon sok rossz is természetesen, ezt is hozzá kell tenni, köztük a Coca-Cola, de hát nagyon sok minden ilyen származott, de ezért nagyon fontos dolog, hogy ez azért származhatott onnan, mert egyszerűen letették annak az alapjait, hogy az államot az egyháztól külön kell választani, és az állam határozottan ragaszkodott, kivéve a Petié, az kiváló, az a legjobb. Úgyhogy közben figyelnem kell már, mit mondok. Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy tizedeken, századokon keresztül az Amerikai Egyesült Államokban azért volt olyan stabil az Istenbe vetett hit, mert egyszerűen ezt alkotmányban fektették, és külön választották, az egyik csinálta a saját dolgát, a másik is csinálta a saját dolgát, és nem próbáltak Bálák és Bálám viszonyában élni. Tudjátok, a Bálák és Bálám viszonyon, hogy Bálák azt hitte, hogy majd ő megmondja a tutit Bálámnak, aztán az lett belőle, hogy a Bálám mondta meg a Báláknak, tehát ez egy kölcsönös, ugye a Jelenések könyve, majd elindul ősszel egy sorozat, ugye szerdánként a Dániel könyvéről fogok beszélni, mert ott az Ószövetséget tanulmányozzuk, szombatonként pedig, ha Isten úgy akarja, akkor a Jelenések könyvéről, és a kettőt összeolvasva fog kijönni majd egy kerek egész, csak nekem is kellett pár hónap, megvettem, beszereztem mindenféle irodalmat, jót és rosszat is, ami megjelent ezzel kapcsolatban, illetve sokszor leborulok az Úr elé, hogy adjon ezzel kapcsolatban világos kijelentést a szívembe, mert azt látom, hogy különösen a Jelenések könyve területén annyi riadalom és annyi hiedelem és annyi ostobaság van, hogy holott, tudjátok, azért a legkülönlegesebb könyv, mert ha valamiről tudjuk, sok mindenről tudjuk, de a Jelenések könyvében megerősíti Jézus azt, hogy ez biztosan az ő szájában jött ki. Tehát ez Jánosnak a tolla írta le, de nem János szájából jött ki. János az körülbelül olyan vakon volt, mint mi sokáig a Jelenések könyvével kapcsolatban, de a Jelenések könyve egy nagyon eleven dolog, és ugye a Jelenések könyve nagyon sokat beszél erről a kérdésről, és én is sokat beszéltem, és ugye tovább léptünk két héttel ezelőtt, hogy Jézus felhívja a Máté Evangélium 24. részében kimondottan a tanítványoknak a figyelmét, amiben azt mondja, ugye elmondja a nagy apokaliptikus prédikáció beszédét, amiben mond mindent, hogy mi fog történni, és a legvégén nem azt mondja, hogy na most már okosak vagytok, ti már rendben vagytok, és ti már nem haltok meg hülén, úgyhogy ti már boldogok lehettek, hanem oda szúrja a tanítványoknak, annak a szűkkörnek, aki vele volt, hogy ti is legyetek készen. És ugye ez az ige mozdította meg az én szívemet, és utána, ha megnézitek, Jézus négy példázatot, rögtön elkezd mondani négy példázatot. Ugye ezt múlt héten már említettem, hogy a jelképeknek nagyon nagy jelentőségük van, és ennek a példázatoknak is nagyon nagy jelentőségük van. Olyan példázat, ami figyelemfelhívó, figyelemfelkeltő, és van olyan példázat, ami figyelmeztetés. Például ez, hogy ti is legyetek készen, ez nem egy kérdőmondat, ez egy figyelmeztetés. Ugye te is azt mondod, hogy 5 perc múlva indulunk, mondod a gyerekeidnek, és ugye nekem, ugye lányaim vannak elég sokan, és még kisebbek voltak, már akkor is sokáig készültünk, és egyszer volt olyan, hogy otthon hagytam őket. Tehát egyszerűen szóltam többször, hogy megyünk, otthon hagytam őket, de visszafordultam a sarokról, de azt a döbbenetet, ahogy a kapuba ők látták, hogy becsukódott a kapu, és én kifordultam, és már csak métereken múlott, már csak azt a rúst nem kellett volna föltenni, azt az utolsó plüss majmot, amivel ugye már amúgy is tele volt a csomagtartó, azt nem kellett volna elhozni, de mivel még ahhoz ragaszkodtak, ezért én kifordultam a
a kapun. Aztán egyszer ismertem egy gyülekezet vezetőt, aki nagyon sokszor figyelmeztette a gyülekezetet, hogy 6 órakor kezdődik az istentisztelet, 6 órakor, és ugye a hívők mosolyogtak rajta, kezdődött fél hétkor, 3/4 hétkor, 4/8-kor, ahogy sikerült, és egyszer 6:00-kor bezárta az ajtót, elhúzta a függönyt, hogy belássanak, akik kívül voltak. És a kívülállók dörömböltek, kopogtak, hogy ők be akarnak menni, és csak ki volt írva nagybetűkkel, hogy 6 óra elmúlt, ne kopogj. Tehát ugye Jézus figyelmeztet erre, hogy ugye mi a kegyelem időszak alatt, és nagyon sok prédikátor mondja ezt, hogy nyugodtan, ugye az első példázat, amit 2 héttel ezelőtt olvastam fel, annak épp ez volt a kulcs mondani valója, és ugye azzal választjuk el, és engedjük el a parázna egyháznak a kezét, hogy hadd házasodjon össze az állammal, hogy ezek, akikről itt beszélünk, ezek már nem a parázna egyház tagjai, hanem Krisztust váró emberek. Ugye az első történetben azt mondja a 4 példázat egyikében, hogy hű és bölcs szolga, akit a háza népe fölé rendelt az Úr, tehát ezek a háza népe fölött vannak. A múlt hetit, amit elkezdtem a 10 szűznél, ott pedig egyértelműen Krisztust váró emberekről beszélünk, hisz úgy kezdődik az ige, hogy mindannyian, mind a 10 kimentek várni Krisztust. Testvéreim, ma, ha el akarsz igazodni ebbe a bonyolult egyház történelemben, ami most már az utolsókat rúgja hájjal az Úrnak, ha nagyon rövid akarok lenni, akkor egyet vegyél figyelembe, hogy fontos megnézed az első vízválasztó vonal, hogy várják-e Krisztust, vagy nem. Ha megnézitek, pontosan a parázna állammal összeházasodó ágazatnak az a problémája, hogy mindent vár, csak Krisztust nem. Tehát ugyanúgy építkezik, terjeszkedik, növekszik, mintha ez lenne Krisztus. De Krisztus nem azt mondta, hogy majd ha telején fölépítettük az utolsó templomot is a világon, akkor vissza fog jönni, hanem az építkezésnek hol kell zajlania, itt bennünk kell zajlania. Mi az építkezés? Hát például a gyümölcstermés ide tartozik, ahol ugye múlt héten abba hagytam, hogy az olajszintet, és ma egy generál szerviszt, akármilyen autód van, lehet Oldsmobile, lehet a legújabb kiadás is, teljesen minden milyen márka. Én ma ahhoz szeretnék neked tanácsot adni a 10 szűz példájából, hogy hogyan lehet az olajszintet ellenőrizni. Ez nem olyan egyszerű itt a Bibliában, mint a nívópálca a kocsitban. Ugye, akinek volt trabantja, azt tudja nagyon jól, hogy a trabantnak nem volt belül kijelzője, hogy mennyi benzin van benne. És volt egy kis műanyag pálca, meg kellett állni, fölnyitni a papírtetőt, lecsavarni azt a dolgot, volt egy ilyen kis műanyag dolog, azt beledugtad, és az jelezte, hogy 5 liter, 4 liter, 3 liter van. Ha nem ért bele, akkor baj van. Ha elvesztetted ezt a műanyag pálcát, akkor ugye vagy látásra néztél, vagy beledugtál egy botot, tehát sok minden variáció volt. De ugye mégis mi volt, hogyha a mérést szakszerűen végeztük el? Hát a Trabant korszakában a szakszerű mérés az a műanyag pálca volt. Csak merem kimondani, hogy a világ legegyszerűbb dolga volt, tehát ott biztos, hogy annyi volt benne, nem volt csalóka, ugye ma már a modern kocsikban ki van írva, hogy még 230 kilométert mehetsz, ez csak beugrik sárgába, és ki van írva, hogy 30 kilométer múlva megállsz. Tehát olyan gyorsan abba a pár kilométerben rengeteget fogyaszt a kocsit. A Trabant ennél biztosabb volt, bedugtad, megnézted, és tudtad, hogy mennyit mész el vele. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az utolsó idők Krisztusi egyházának az első jellemzője az, hogy várja Krisztust. Tehát itt lehet színezni, lehet mondani, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, nem. Az első és legfontosabb jellemzője kell, hogy legyen, hogy várja Krisztust. Tehát ez ugyanolyan, ugye azt a példát hoztam, hogy általában a vasút állomásra azok az emberek mennek rá, akik várnak valamit, meg valakit. Főleg valakit. Tehát Dombóvár egy elég fontos vasúti központ. Ha nem hisztek nekem, akkor mikor befejezzük, menjetek le a vasútállomásra, és higgyétek el, hogy mindenki, aki ott járkál, most a bakterbe ne kössetek bele, mert az dolgozik, de aki ott civilben járkál, az azt várja, hogy beérkezzen egy vonat. És amikor bemondják, hogy 8:00 jön az Intercity, akkor lehet látni, hogy fölállnak, és akik nagyon várják, azok nagyon várják. Azok állva várnak, kimennek a peronra, rá kell szólni a bakternak, hogy menjen arrébb, mert jön a vonat. Tehát ezért ugye így megyünk le, ezzel a várakozással megyünk le, és ezért ugye a Krisztus várás az egy fontos dolog, az egyben megosztja az egyházat. Ma nagyon sok minden elviszi, és pontosan ez veszi el az embereknek a figyelmét, különböző evangéliumok, különböző proféciák, vagy alig várják már az emberek a következő aktuális proféciát, közben pedig nekünk a legfőbb vágyunk és várakozásunk az Krisztus kell, hogy legyen. Testvéreim, hogyha nem várjuk a vele való találkozást, akkor megmondom őszintén, hogy nagyon kacska a mi hitünk, mert akkor mi mire számítunk? Itt a legnagyobb durranás nem az lesz majd, hogy jövő héten, vagy most lesz egy jó Isten tiszteletünk, vagy otthon neked kettő, hanem a legnagyobb durranás az, hogy meglátom őt színről színre úgy, ahogy van.
Tehát ennél nagyobbat nem fog adni, ennél nagyobbat nem fog dobni egyik gyülekezetvezető, egyik gyülekezet sem, hisz ez a legnagyobb dolog, hogy meglátjuk őt színről színre úgy, ahogy van. És ezért ugye a bölcs és gonosz szolgánál is ezt láttuk, és a 10 szűznél pedig még kivehetőbb ez a folyamat, hogy Jézus azt mondja, hogy itt olyan emberekről van szó, akik bizony Krisztus váró emberek. Ezért testvéreim, különbséget kell tenni, mert azok, akik a Babilonnal összeházasodnak, azaz egy házot, egyetlen egy dolog van, hogy ő már rég nem várja Krisztust, csak használja Krisztusnak a nevét. Ma ez a botrány tulajdonképpen, hogy rengeteg ember, személy nem véletlenül hívta fel a 10 parancsolatban Isten igéje a figyelmet, hogy az Úrnak a nevét, nehogy azt higgyétek, hogy csak a káromkodásban lehet fölvenni az Úrnak a nevét hiába. Ugye magyarok mi ebbe azért ott gondolom, hogy ott vagyunk az első között, talán az olaszok jobbak ebbe. Figyeltem már, hogy akik nagyon kereszténynek mondják magukat nemzetek, azok piszok jól tudnak káromkodni, különösen az Isten nevével. De nem csak ez van, hanem pontosan a hiába felvétel az is, amikor teszek egy dolgot, de nem az Isten nevét használom hozzá, mert az felkelti az emberek érdeklődését, de nem az Isten igéjét cselekszem. Nézzétek meg, ott volt az első emberi törekvés Bábelbe. Bábelbe mi volt a fontos? Bábelbe azt mondták, hogy nagyon szeretnének olyanok lenni, mint az Isten, és ezért két dolgot csináltak az épülettel, jó magasra építették, és olyan házat építettek, ez volt a világ legnagyobb tömbháza, amiben mindenki be tudott költözni. A gazdagréti, a pesti, a békásmegyeri tömbházak ehhez képest semmik, mert ez egy nagyon nagy tömbház volt. És nagyon érdekes, ugye két dolog volt az emberekben. Az egyik dolog az volt, ha nézzétek meg, mindig az ilyen babiloni összefogások mindig az Isten igéje mellett ellen mennek. Mi volt Bábelnek az üzenet? Bábelnek az volt az üzenet, hogy menjenek el és népesítsék be a földet. Semmiképpen nem a tömbházban való összeköltözés. Amúgy különben a mai kornak, a mi korunknak, ennek az egyháztörténeti korszaknak az egyik dolog okozza, hogy mi nem elmentünk, hanem az összegyűjtést választottuk. Tehát hasonlóan működtünk, mint Bábelbe. Mi volt a Jézusi kérés? Menjetek el, és tegyetek tanítványokká népeket. A teológiátok, az üzenetetek, az elképzeléseitek rólam, az most helyezzétek másodrangúvá. Menjetek el, figyeljétek, mert az alkalmas időben, amikor elmentek, akkor én megadom, hogy mit kell mondjatok. És menjetek el, és tegyetek tanítványokká népeket. Mi mit tartunk a legnagyobb missziónak, hogy templomokat építünk, és oda becsalogatjuk az embereket. És nézzétek meg, a felekezeti korszak azért ér véget, mert egytől egyig minden felekezet ebben látta a megoldást, és ebben járta a jövőt. Hát ma a mércéje az, hogy ki egyház és ki nem, az nem az, hogy Krisztust várják-e, hanem bemész, és ha megszámolod, hogy sokan vannak, akkor az biztos, hogy egyház. Csak szeretném elmondani, hogy a történelem folyamán, akik nagyon sokan voltak, azok egytől egyig aláírták a védelmet nyújtó passzust az állammal. Tehát Jézus azt mondja, hogy a Krisztus várás az első. Honnan látszik, hogy én a feleségemet szeretem? Akkor, mikor ide kiállítom magam mellé, és te látod, hogy én hogy megölelem, meg adok neki egy puszit a homlokára? Nem, azt ő tudja, hogy szeretem-e. Például fölkelek, akkor mi az első szavam hozzá? Aludjál még, hol a reggelim? Tehát vannak ilyen kedves szavak. Vagy szia drágám, szeretlek. Merem-e? Tudom-e ezt mondani? Tehát mindig ezért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy akik várják a Krisztust, azok Isten igazi népe, és a figyelmet erre fogom fölhívni, hogy viszont itt is lesz egy szakadás, tehát az utolsó időket két szakadás jellemzi, az egyiket látod a szemeddel, a másikra meg azt mondja a Biblia, hogy vigyázz, vigyázz, mert van még egy halvány szakadás, amit itt ugye a 10 szűz példázatában bemond. A 10 szűz már egy olyan igevers, egy olyan apokaliptikus igevers, és múltkor ezt említettem, hogy Jézus példázatokban, jelképekben beszél a Biblia. Vannak olyan igeversek, a Dávid Zsoltárait nézitek, Dávid időszámításunk előtt 1000 körül élt, tehát így lehet mondani, ha 2000-től visszamehetsz időszámításunk előtt 1000-ig, akkor ezek 3000 éves Zsoltárok. A 3000 év alatt képzeljétek el, hogy hányan leírták, hány nyelvre lefordították, és sorolhatnám tovább. Ezért ugye Isten meghagyta a jelképeket. Mit jelentenek a jelképek? A jelképeket, ha jól beazonosítjuk, akkor függetlenül a fordítástól, de törekedjetek a jó fordításra. Ezért én nagyon hálás vagyok, mindig el szoktam mondani, és megragadom az alkalmat, ha már fordításról beszélünk, hogy a reformátusoknak, különösen Károly Gáspárnak örökké hálás leszek. Miért? Mert testvéreim, ő egy nagy dolgot hajtott vissza, végre 500 évvel ezelőtt, és tudjátok, olyan megdöbbentő, amikor
elkezdik szidni Károlyt, és azt mondják, hogy de ilyen volt, meg nem szabadult meg a katolikus démonok, meg mondják ezt a sok ökörséget. Én megmondom őszintén, annyira tele van már a bugyrom ezzel a sok kanapé keresztényel, aki mindig csak értitek a 100%-ból, a 90%-ot nem veszi észre, csak a 10%-ot. Testvéreim, nem találtok, különösen a kanapé keresztényeknek üzenem, nem találnak olyan embert, akiben nincsen gyallóság, nincsen nyomorúság és nincsen hiba. De egy ilyen Károlyt elkezdeni fikázni, hogy milyen volt a hit élete, mikor testvéreim, az, hogy ma mi itt lehetünk keresztények, annak őneki akkora része volt benne emberként, ilyet nem talált még egyet Isten. Nem volt 600 jelentkező, értsétek meg, nem volt 600. Lehet, hogy egy evangelizációs táborban van 500 jelentkező, de a Károlyi mellé a Biblia fordításban nem volt 600 ezer jelentkező. Ott egy-két jelentkező volt, és erre ráment az életük, ráment mindenünk. Miért? Azért, hogy mi világosságban tudjunk járni, és megértsük az Isten igéjét. És olyan megdöbbentő dolog, amikor ilyen, meg olyan volt, meg hát így legyintenek, hogy mégis egy református volt. Testvéreim, abban a korban, az 1500-as években akkora ébredés volt, hogy mi akkorát már csak szeretnénk látni, mint amekkora akkor volt. Lehet, hogy nem elektromos gitárral dicsérték az Urat, lehet, hogy nem azok voltak a szófordulatok, mint ma, de ezek az emberek ráárasztották a világosságot az egész akkori világra. És nem akármilyen világosságot. Ott már nem kellett magyarázkodni. Testvéreim, kihúzták a Babilont, kihúzták a hamis egyház alól a talajt. Miért? Mert el tudta olvasni az egyszerű ember is, hogy mit mondott az Isten, és mi a véleménye erről. És ezért ezzel mindig nagyon, nagyon kell vigyázni, mert Isten soha nem tökéletes embereket hívott el, hanem tökéletleneket hívott el. Sokszor el szoktam mondani, hogy Sámsonról, ha kapnék egy olyan megbízást, hogy egy hitoktatáson a Sámsonnak mondjam el a gyerekeknek a jó oldalát, hát erős volt, szép volt, nagy haja volt, tehát ilyeneket tudnék elmondani. És ennek ellenére, ha a zsidó 11. részét elolvassátok, ami a hit hőseiről szól, akkor a következőt mondja Isten, miután felsorolja azt, hogy és beszélhetnék még Jeftéről, és ott van bizony ez a mi barátunk, Sámsonról. Ezért ugye a mi értékítéletünk, az nem egyezik nagyon sokszor az Isten értékítéletével. Miért? Mert Isten miért küldte be Károlyt, vagy miért küldte be Lutert, miért küldte be ezeket ebbe a világba, gondoljatok csak Lutherre. A Lutherbe is bele lehet kötni, de Luther megint egy olyan dolgot hajtott végre, nem volt még egy Luther, meg a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik, egy volt belőle. Ja, hogy nem volt, nem felel meg a mai igényeknek, meg nem felelt meg az akkori egyház igényeinek, testvéreim, akit Isten küld egy küldetéssel, lásd Sámsont, az soha nem fog megfelelni annak a kornak az igényeinek. A hibát akkor követi el az az ember, ha meg akar felelni az igényeknek. Sámsonra ez nem volt jellemző, hogy megfeleljen. És mégis Isten azt mondja, hogy egy olyan csapást mért a filiszteusokra, amit senki nem tudott elmégezni. Testvéreim, a Babilonra, az állam és az egyház összefonódására az elmúlt 500 évben a legnagyobb csapást Luther, Károly és az ilyen emberek mérték, akik utána világossá tették azt, hogy hogyan lehet olvasni az igét. Nem véletlenül majd a Jelenések könyvébe, ha belemegyek, ugye Jézus 7 gyülekezethez szól, ami 7 gyülekezeti korszakot jelent. Mit jelent? Hogy mind a 7 gyülekezetben vannak neki emberei. Vannak olyanok, akik krisztusiak. Sokszor ezen megy a vita, hogy vannak-e a katolikus egyházban krisztusiak. Hogy ne lennének? Hogy ne lennének? Vannak-e a református egyházban krisztusiak? Hogy ne lennének? Testvéreim, lassan jobb, ha leszokunk erről a felekezetesdiről, mert ma már látszik, hogy Isten már egészen más. Isten nem egyházakat sorol föl, hanem Isten korszakokat sorolt fel, aminek megvoltak a képviselői. És ezért nagyon fontos a jelképeket, és nagyon fontos megjegyeznünk, hogy milyen jelképrendszer van a Bibliában, mert ezek a jelképek nem változtak. Ugye múlt héten elkezdtem, hogy mit jelent az olaj, ezeket nem szeretném még egyszer ismételni, de ezeket nagyon fontos beazonosítani, mert különben nem tudjuk megérteni a példázatokat. És ha megnézitek a Jelenések könyvét, vagy a Máté evangélium 24. részét, amikor apokaliptikus prédikációi vannak Jézusnak, azok mind jelképekkel vannak tele. Mert a jelkép túlélte az időt. A jelkép túlélte a fordításokból adódó nehézségeket. Mert ne felejtsétek el, voltak olyan időszakok is, amikor az egyházak, mikor látták, hogy milyen áttörést okozott az eredetiből lefordított ige, ma is vannak olyan bibliák, ma is vannak olyan bibliafordítások, ma is zajlanak, amikkel az egyházak a saját teológiájukat akarják megmagyarázni.
Most összeírtam egy párat, de nem akarom a hiteteket rombolni, mert néha csak egy szó, néha csak egy betű, néha csak egy gondolat változik benne, de megváltoztatja az egész jelentés tartalmát. Nézzétek meg, csak egy példát hadd hozzak föl, mert ezt már mindenki ismeri. Jézus azt mondta, hogy te vagy Péter, és ezen a kősziklán fogom felépíteni az Anya Szent Egyházamat. Na ebből eredeztetik ugye a pápaságot, és ebből mondják, hogy Péter volt az első pápa. Testvéreim, abból attól már csak eltekintek, hogy ebben a Bibliában erről a dologról semmilyen. Hogyha valaki járt Rómában, az Pál volt. Én azt javasoltam volna, hogyha erre akarnak építeni, akkor érdemes lett volna Pált tenni az első pápának, mert ő tényleg járt Rómába. Péterről nem tudjuk, Pál viszont ott volt Rómába, és mivel ők kortársak voltak, még korba is azonosak voltak, nem tudom elképzelni, hogy Pál Rómában, ha összefut Péterrel, aki pont készül felvenni az első pápaságot, hogy nem dumálnak egy kicsit, és nem írja le Pál, hogy és képzeljétek, ha leírta, hogy összefutott a Kovács Bélával, a Szabó Gézával, mindenki le van írva, hogy kikkel találkozott. Azt mondja, itt vannak nálam, itt ülnek, stb. Az atyám fiai, csak Pétert felejtette volna el. Tehát ezért nagyon nagy félreértések vannak az igével kapcsolatban, és ezért nagyon sok a jelkép, mert a jelkép nem változik. Vannak több jelentésű jelképek, viszont vannak beégetett jelképek. Például a vőlegény, az soha nem lesz más, mint Jézus Krisztus. A mennyasszony, az soha nem lesz más, mint az egyház. Az a kérdés, hogy milyen jelző van előtte, parázna, egyház, vagy szűz. Ugye mi most a parázna vonalon nem megyünk tovább, hanem a szűzen megyünk tovább. És ezért ugye a bölcs és bolond szolgánál ott lakadtunk el, hogy ő ugye mi a meghasonlásnak az oka még az igaz egyházban is, hogy az egyik szolga az azt hiszi, hogy halogatja az Uram a visszajövetelt. Mit jelent a halogatás? Ki gondolja ezt, aki nem várja Krisztust? Aki vár valakit, az nem képzeli, ha te tudod, és Jézusról tudjuk, hogy vissza akar jönni, hisz a tanítványok már az első megjelenése után azt kérdezték, hogy mikor jössz vissza. A legelső kérdés az volt. Nem az volt, hogy megáldasz-e bennünket, meg hogy lesz-e ellátás, stb., hanem mikor jössz vissza. És ezt számtalanszor feltették Jézusnak ezt a kérdést, hogy mikor jössz vissza, és nézzétek meg, évtizedek, évszázadok, évezredek telnek el, ugye a legutolsó nagy visszajövetele, ha jól emlékszem, most, bocsánat, a legutolsót nem tudom, most a következőt 2023-ra mondják. Ugye a korunk hős profétái. De ilyenből rengeteg volt már, és ez azért veszélyes, mert ugye nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi az időből nem tudjuk beazonosítani, a jelképekből tudjuk, és a jelkép az el tud bennünket helyezni, de Jézus azt mondja, hogy a legbiztosabb várás, hogyha készen vagyunk. És ma azt szeretném befejezni veletek, hogy mit is jelent késznek lenni, mit is kell nekünk ahhoz tennünk, hogy készen legyünk. Egy és legfontosabb dolog, hogy ne legyünk bolond szolgák, az nagyon fontos, hogy nem bízhatunk abban, hogy halogatja az Úr a visszajövetelét. Ugye a halogatás az azért van, mert az egyház lassan készül. Nem Jézus nem ér rá, mert még össze kell pakolni a mennyben, habár a János 14-et szokták hívni, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, az én atyának házában sok lakóhely van, és azt mondják, hogy azért nem jön vissza az Úr, mert még olyan, mint a Baranya megyei építőipari vállalat, vagy a Tolna megyei, hogy még nem fejezték be a beruházásokat, mert késik a pályázati pénz, és ezért még nem készült el a mennyei lakópark. Nem gondolnám, hogy ilyen kőből és fából épített házakba fogunk mi ott lakni. De egy nagyon fontos dolog, hogy azért késik, mert ugye az egyház nincs még fogadókész állapotban, hisz hát Jézus azt mondja a Krisztust váróknak is, hogy ti is legyetek készen. Tehát a Krisztust váróknak is van egy ilyen figyelmeztetés. És ezért az egyik része az azt gondolja, és nézzétek meg, ugye sorba megy Jézus ezeken a példázatokon, a legdurvábbat mondja először, és azt mondja, hogy annyira halogatja Jézus a visszajövetelt, hogy közben mit csinált a bolond szolga, elkezdte ütni a szolgatársát. Testvéreim, ez ma már múlt időben beszélünk erről, én úgy gondolom, hogy a szolgatárs üti a szolgatársát, ezt ma már nem kell elemezni, hisz te, aki ülsz, hallgatod, te saját magad kapcsán tudsz fölhozni legalább számtalan példát, hogy milyen az, amikor üti a másik a szolgatását, és ezért ugye ezeket hozza föl a Máté evangélium ebbe a példázatba, hogy bizony üti a szolgatását, és csúnyán bánik a szolgatásával. A másik dolog, amiről már beszéltem, hogy részeg lesz. Mit jelent a részeg? Ugye a jelenések könyvében a részegségről is tudunk. A részegség nem az, hogy most múltkor is említettem, hogy elmegyünk, Isten tiszteletnek vége, hazamegyünk és becsápolunk. Tehát a részegség is egy jelkép. Mit jelent a részegség? Amikor az ember a hamissal, amikor az ember az ál evangéliummal, a mámorító kereszténységgel kezd el cicázni és kezd el barátkozni. Nézzétek meg, a jóléti evangélium körülbelül 30-40 év alatt
milyen csalást végzett szerte a világon. Tehát úgy söpört végig ezen a világon a jóléti evangélium, hogyha az igazi evangélium söpört volna így végig, akkor lehet, hogy Krisztus már itt lenne. Nem véletlenül mondja a Máté 24. részében Jézus Krisztus, hogyha újra, figyeljetek, nagyon két névelőt mond, ha újra ez az evangélium fog hirdettetni, amit én hirdettem, akkor tudjátok, hogy közel van a vég. Ugye miért nincs még közel, vagy miért tűnhet távolinak? Azért, mert nem azt az evangéliumot van itt. Jó gyógyulós evangélium, jóléti evangélium, profétálós evangélium, visszajövős evangélium, van itt mindenféle evangélium, de a legnagyobb pusztítást én azt gondolom, hogy az áldás alapú evangélium. Kézzeljétek el, ha Jánosnak, Péternek, Jakabnak, Pálnak Jézus jóléti evangéliumot hirdetett volna, és utána mondjuk keresztre feszítik őket, meg megölik őket, meg meg kell halni Jézus. Milyen csalódás lett volna ez nekik, ha valami más evangéliumot hirdetnek nekik. És ezért létkérdés, hogy az eredeti evangélium hirdettessék. Tehát a másik jele volt a részegség, és nézzétek, ez nagyon sokat. Figyeljetek, amikor az emberek belefáradnak a 3.-4. században, a keresztények azért házasodtak össze az állammal, mert belefáradtak az üldözésbe. Azt mondja, hogy alig fog találni. Azt mondja, az igaz is alig tartatik meg. Azt mondja Jézus, hogy talál-e hitet. Mindig mosolygok, amikor mondják, hogy egy nagy ébredés közepén fog visszajönni Jézus. Persze. És az első kérdése az, hogy vajon talál-e hitet. Tényleg ez egy rohadt nagy ébredés lesz, az biztos. Vagy hit nélküli ébredés lesz. És ezért nagyon, nagyon fontos megnéznünk ezeket a jeleket. A 10 szűznél, ugye, amit eddig láttunk, a Jelenések 14.4, hogy szüzek voltak, ugye mit jelent a szűz, itt megint ne szó szerinti fogalmat, hanem jelképet értsünk alatta. A szűz az azt jelenti, hogy nem fertőztette meg magát a Babilon vallásos rendszerével. Tehát kilépett a Babilon vallásos rendszeréről. A Biblia írja azt, hogy fussatok ki Babilonból, az mit jelent, ki lesz a szűz, ki marad tiszta, aki ezzel a rendszerrel nem fertőzteti meg magát. Ennek ugye nincs más ellenszere, csak a kifutás. És azt látjuk a Jelenések 14.14-ben, hogy vannak olyan asszonyok, ezt mondja a Jelenések 14.14, majd nézzetek utána, vannak olyan asszonyok, akik nem fertőztették meg magukat, hanem szüzek maradtak. Itt megint ugye, ha szó szerint veszitek, akkor azt gondoljuk, hogy a Jelenések könyvében szüzek maradnak az asszonyok, de ez nem így működik, hanem a szellemi értelemben maradtak szüzek, és nem. Ugye Máriára rá mai napig ugye azt mondják, hogy szűz Mária. Holott olvassuk, hogy Jézusnak voltak testvérei. Tehát ugye, most én nem tudom, én nem vagyok orvos, de valószínűsítem azt azért ilyen gyenge biológiai négyessel, azért azt megtanultam, hogy nem maradhat szűz, hogyha szül. Mert ugye azt megerőzte a fogantatás, stb. Tehát nem maradhatott. Mégis mi volt a szűz? Miért mondták rá, hogy szűz? Azért, mert minden bizonnyal Mária soha az életbe nem keveredett bele semmi olyan vallásos kultuszba, ami az élő Istentől elválasztotta volna. Szerintetek miért választotta Isten őt? Tetszett neki a neve? Vagy tudták, hogy ez milyen nagyszerű asszony lesz? Nem, azért, mert tudta nagyon jól, hogy ő tisztán az Úrnak őrzi meg magát. Ott volt Jefrének a lánya. Ne felejtsétek el, ez már egy ószövetségi gyakorlat volt, hogy Jefte tett egy fogadalmat az Úrnak, és azt mondta, hogy aki először kijön a házamból, amikor megnyerem ezt a csatát, azt meg fogom áldozni. Hát ki jött ki először a házából? A lánya. Nem olvassuk, hogy fölrakták a mágiára és elégették, hanem mi történt Jeftével? Jefte szűz maradt élete végéig, és mit csinált? A templomban szolgált. Ha az Ószövetséget olvassátok, akkor a templomban nem csak férfiak voltak, hanem voltak nők is, akik bizonyos szolgálatokat láttak el a templomban. Ezeknek megvoltak a kritériumai ezeknek a nőknek. És ezért nagyon fontos, hogy beazonosítsuk ezeket a jelképeket. Nem véletlenül egy vallási szövetség alakul ki világ méretekben, de ez nem játszik szerepet ezekben a példákban már. Ugye, amit láttunk múlt héten a 10 szűznél, hogy volt lámpásuk, mit jelent a lámpás? Ez szintén egy fix, állandó bibliai jelkép. A lámpás az igét jelenti. Semmi más nem jelent, csak az igét. Ugye az ige, az kétfajta formája lehet az igének. Az egyik, ha a lámpásban van olaj, az olaj szintén egy beégetett jelkép, ez a Szent Szellemet jelenti. Ha van a lámpásban olaj, akkor érthető az ige. Ha nincs a lámpásban olaj, akkor sötétség van. Ha bementek az internetre, vagy majdnem azt mondtam, hogy a Szent Sátorba, ha be tudnátok menni, mert még állna, de ha bementek, most képzeljük el, hogy bemegyünk a Szent Sátorba, ott volt a kenyerek asztala, az ige, és a kenyerek asztalával szembe volt a 7 ágú gyertyatartó, amivel a papoknak, volt olyan pap, akinek az volt a szolgálat, hogy meg kellett pöckölnie, abba a mécsesbe mindig kellett, hogy
olaj legyen. Miért? Hogy a fény ne aludjon ki, mert ha a pap bemegy, ugye tudjuk, hogy a Szent Sátoron nem volt ablak, velux tető se volt, semmi nem volt, nem volt fény, nem volt 220, nem volt agregátorként. Tehát ha bemegy a pap ebbe a vaksötét szentélybe, és nem lett volna ez a világítás, akkor mit csinál? Akkor nem megeszi a kenyeret, hanem először is fölborítja. Utána nem tudja összeszedni. Aztán fölborítja a gyertyatartót. Aztán fölborítja az illatáldozati oltárt. Aztán, ha rádől a gyertyatartó, az azért érdekes, mert 150 kiló vert aranyból volt. Ha az rádől a papra, akármilyen combos legény, az ott marad. Tehát ezért mi volt, mi adta a fényt? Az olaj adta a fényt. És ez egy nagyon fontos kitétel. Ezért figyeljetek, a Biblia nagyon kritikus. Azt mondja, hogy a betű mit csinál? Megöl. 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 A kereszténységben, a nem Krisztust váró kereszténységben, testvéreim, nem bottal és vassal ölnek, hanem betűvel ölnek. A betűnek nem tudsz megfelelni. A törvénynek a tragédiája az volt, hogy nem tudott megfelelni az ember a betűnek. Mert képzeljétek el, amikor a 10 parancsolatból 9-et sikerült betartani. És a 10. nem jött össze. Akkor mit mond erre az ige? Olyan, mintha be se tartottad volna a 9-et, mert ha egyet nem tartasz be, akkor olyan, mintha az összeset nem tartottad volna be. Egyszer elkezdtem 40 napig böjtölni. Mondom, elhatárol, soha többet nem kezdtem el, de egyszer elkezdtem. És képzeljétek el, eljutottam a 13., 14. napig. És a 14. nap után nagyon nehéz napom volt, mert elkövettem azt a hibát, hogy nem maradtam otthon, és hazamentem, ilyen jó zabosan, stb. Benyúltam a kenyértartóba, és már arraptam a kiflibe, úgy jó mérgembe, mert hát normális az ember, ideges eszik. És beleharaptam a kiflibe. És amikor beleharaptam a kiflibe, de mindjárt nyeltem is, mert ha még nem nyeltem volna, kiköptem volna, lenyeltem. Ott vágtam haza 13 napot. Nem kezdtem újra, mert rájöttem, hogy hát sokszor leszek ideges, és hát egyszerűen soha nem fogok a végére érni. De egyszerűen ez egy nagyon fontos dolog, és ide szeretnék visszajukadni, hogy meg kell azt tanulnunk, és meg kell azt tudnunk, hogy egyszerűen a betű az megöl. Betű, ha csak annyit látok a bőrből, hogy csinálni kell csinálni, az belepusztulok. Hát belepusztultam, testvérem, hetekig nem keveredtem ki belőle, hogy hogy lehetek ekkora ostoba, hogy belearadtam. Miért volt otthon? Hibáztattam mindenkit. Aki hazahozta a kiflit, aki legyártotta. Véletlenül se én voltam a hibás. A pék, meg mindenki. Miért? Hát azért, mert nekem egy egészen más elképzelésem volt. És ezért a betű megöl. A Zsoltárok 119. Zsoltár, hála Istennek jó hosszú, a 105. része azt mondja, hogy a te lámpásod az mutatja nekem az utat. Abban benne van a szövétnek, és az mutatja, az jelzi az utat. Ezért ugye a lámpásnak égnie kell végig, majd meg fogjuk nézni, hogy mit is jelent ez, hogy is fog ez égni, mit jelentett, hogy nem volt benne olaj. És ezért nézzétek meg, mind a kettőnek volt lámpása. Az azt jelenti, hogy mind a kettő ismerte az igét, mind a kettő hallott az igéről. Mind a kettő. Tudjátok, kaptam a héten egy levelet, és nagyon hosszan, azt írta az írója, hogy 5 órán keresztül írta az e-mailt. Most el tudjátok, nem tudtam még elolvasni, de valaki akarja, átküldöm neki. Tehát elég hosszú, és ott nagyon megdöbbentem azon, hogy fel se tűnik neki, tehát véd mindent és mindenkit, de fel se tűnik neki, hogy itt történik egy olyan összeházasodás az állam és az egyház között. Testvéreim, ennek nem az aláírása jelentősége, hanem az, hogy az emberek deklarálják azt, hogy nem a Krisztus az Úr felettük, hanem egy más hatalom. Durvább leszek, jó? Mert még sokan nem értik ezt. Megtagadják Krisztust. Lehet, hogy jelképesen ez úgy van leírva, hogy mégsem, meg közben ugyanúgy mennek tovább az összejövetelek. Nem, abban a pillanatban, hogyha más kerül, ugye mit mond az Isten? Első parancsolat, ne legyen előtt, most hagyjuk, hogy Istenek, felejtsétek, azt mondja, hogy ami előttem van, az az Úr az életedbe. Teljesen mindegy, hogy ki az. Lehet az apád, anyád, gyereked, a szomszéd, lehet az bárki. Itt ennek nem az a kérdés most, hogy ki most a politikai, ki van politikai hatalmon. Ha MSZP írta volna alá, ugyanez a véleményem. Mert itt az egyház szempontjából egy csere történik, és más lesz az első az embereknek az életében. És ezt nem lehet kivédeni. Nem tudták kivédeni, a harmadik, negyedik században se tudták kivédeni. Nézzétek meg, a vallási szempontból egy olyan sötét középkor jött, az apostoli idők után egy olyan sötét középkor jött, aminek a hatásait a mai napig lehet érezni. Jézusnak a nevében embereket beleztek ki, Jézusnak a nevében országokat hódítottak meg, aki nem tért keresztény hitre,
Ugye itt mindig szídjük a muzulmánokat, stb. Testvéreim, a keresztényeknek is volt egy ilyen időszaka, amikor Jézus nevében, aki nem tért keresztény hitre, hát nem kell elmenni a mi országunkba, se a mi országunkban egy milyen evangelizáció volt. A koppányékat megkérték, hogy térjetek meg az Úrhoz, nem? Ha nem tértek, akkor mi lett koppánnyal? 1, 2, 3, 4 várfokra lett szétdarabolva. Felesége egyszerre nem is tudta meglátogatni, mert 4 helyen volt egyszerre. Nem megkérték őket, nem a Jézus nevét, nem az evangéliumot hirdették nekik, hanem azt mondták, hogy punktum, keresztény leszel és kész. Honnan tudjuk, lehet, hogy a koppánynak elmagyarázta volna valaki az evangéliumot, megértette volna, de nem tudta senki elmagyarázni, mert senki nem értette, ilyen vakság volt az egyházban. És ezért fontos erre, ezért ugye mi nem értjük meg, hogy hogy tudott Isten egy Sámsont használni. Hát a Sámsont a betű nem ölte meg, az biztos, de a szellem képes volt megeleveníteni. Hogy tudott Isten, amikor elhívta az apostolokat, Isten fia Jézus, akkor tele volt már tanult írástudókkal egész Izrael. És mégis egyszerű, mai nyelven használva paraszt embereket hívott el, és a paraszt embert itt ne pejoratíve vegyétek. Nagyon sokszor a paraszt emberekhez sokkal közelebb van az Isten, és sokkal könnyebben megérték, és sokkal könnyebben csinálnak ébredést Isten rajtuk keresztül, mint másokon keresztül. Azért ezt nem bántásként mondom, de az ismeret mindig felfúvalkodottá tette az embert. És testvére, amikor az Istennel versenyzünk, hogy kinek van nagyobb ismerete, hát ez egy meddő csata. Ugye jobbnak elkezdi mondani, mert Jobb is versengette egy kicsit az Istennel, és akkor ugye próbálta magyarázni a megmagyarázhatatlant, és akkor azt mondja, hogy hol voltál te akkor, amikor? Honnan tudod te, hogy én hogy raktam oda a napot, vagy a holdat, és mégis ott marad? Honnan tudod te, hogy honnan indulnak a szelek, stb. Tehát ezért nagyon fontos dolog volt ez, és ezek a zsoltárok nagyon sok beszél erről. Még egy dologra fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a prófétai beszéd az nem egyenlő az emberi okoskodással, hanem a prófétai beszéd az a Bibliába, a jövőre vonatkozó isteni kinyilatkoztatás. Ezt csak azért mondom, mert ma nagyon sok ember elbújik a próféta szó mögé. De a prófétai beszéd az egy isteni kinyilatkoztatás. Az nem más, hanem egy isteni kinyilatkoztatás. Én, ha prófétálok, az nem azt jelenti, hogy én attól már prófétává váltam. Nézzétek meg, a prófétában a Biblia különbséget tesz, és erről egy pár szót engedjetek meg, hogy kitekintsek. Különbséget kell tenni, az ószövetségi proféták, azok nemzet tanácsadói voltak. A király merre oda voltak helyezve, ez egy titulus volt. Ők voltak a nemzeti tanácsadók. Ugye a prófétáláshoz az kellett, hogy Isten szóljon, és Isten üzenetét közvetítette. Nézzétek meg, Malakiás az utolsó ószövetségi proféta. Malakiás után egy nagyon hosszú szünet van, és ha az új szövetséget, ha elolvastátok, itt a bibliaolvasókat majd kérdezzétek meg, az új szövetségben néhány embert említ, akit prófétának nevez. Tehát az ószövetséghez képest az új szövetségben töredékére csökkent a prófétáknak a száma. Töredékére. Ez azért fontos, sőt, vannak olyan időszakok, amikor Isten nem is ad prófétát. Egyszerűen nem ad, hallgat az Isten. Ugye ki volt a próféta? A próféta az az ember volt, aki az Isten üzenetét közvetítette. Testvéreim, ha nincs az Istenek üzenete, akkor a próféta csak emberi dolgokat tud kitalálni, hogy mikor jön vissza, hogy jön vissza. Istennek nem lesz ilyen üzenete, hogy 2023-ban jövök vissza. Nem lesz, mert azt mondja, ezt nem tudjátok, legyetek készen. Hát ha tudnánk, kézzétek el, így is azt mondjuk, hogy halogatja az Uram az a visszajövetelt, még belefér ez az utolsó templom, még belefér ez az utolsó szerződés, még minden belefér, még belefér ez az üzlet, minden belefér. Nézzétek meg, ennek mi lett a következménye, amikor Jézus hívja el őket, a meghívottak, ugye a hivatalosak mit mondanak, nem érünk rá veled foglalkozni. Tehát ennek ez lesz az eredménye. És ezért ugye ezek a proféták, ha az Isten szól, az Isten üzenetét közvetítették. És Malakiás után eltorzul a profétai intézmény, elmegy emberi gondolatok, érzések irányába. A profétaság soha nem emberi gondolatok és emberi érzések voltak. Soha. A proféta nem nézett körbe, Illés nem nézett körbe, hogy hú, itt csak ellenség van. Egy csomó Baál proféta, egy csomó szimpatizáns, egy csomó Félix szimpatizáns, nem mondom meg, amit az Isten akar, hanem közölte Istennek az üzenetét. És nagyon sok időszak van, amikor hallgat. És ezért a profétaságot Isten nagyon jól leszabályozza a Bibliában. Tudjátok, miért fontos? Mert amikor a természet fölötti, a természetessel találkozik, és az nem Istentől történik ez a találkozás, akkor bevadul mindenki. Attól megőrül a nép.
Amikor néztek meg, ma az emberek be vannak kattanva arra, hogy a természet fölött itt, a világ is be van. Ha néztek, az okkultizmus ezért éri virágkorát, mert az emberek szeretnének a természet fölöttivel találkozni. De a természet fölött és a természetes találkozása nem Isten akaratában történik, abból hibbant, meghasonlott, skizofrén emberek jönnek ki a másik végén. A pszichiátriákat ma vallásos emberek töltik a legjobban. Fölhívott egyszer egy testvér, nem mondom a várost, hogy melyik városból, fölhívott, hogy tudnék-e imádkozni érte, mert bekerült a pszichiátriára, mert ugye képzeletei voltak, minden este Jézussal találkozott, táncolt vele, keringőzött vele, tehát ez olyan, tudjátok, olyan, sokszor, mikor hallgatom ezeket a proféciákat, és jött Jézus, és fölkért táncolni, és keringőztünk, és olyan szép volt. Én értem, hogy ezek hatnak az érzelmekre, de a profécia nem ez, hanem a profécia az Isten üzenetének a közvetítése. És mondta, és mondja nekem a testvér, hogy különben meg nagyon köszönjük, ja, más, bocsánat, két nap múlva fölhívom, mondom, hogy hogy vagy, mint vagy, azt mondja, hogy most már jó vagyok, mert már négyen vagyunk a szobában, és itt vannak a testvéreim is a szobában. Mondom, milyen testvéreid van, meglátogattak? Nem, nem, akikkel egy közösségben jártunk, azok közül is még három megérkezett, és most tök jó, meg vagyunk. Tehát négyen voltak már a szobában, mondom, én többet nem hívom föl, mert lehet, hogy ez szaporodik osztódással. Miért? Mert a vallásos ember a természet fölött itt szeretné, de nincsenek meg. Nincs meg a találkozás. Nem lehet a természet fölöttivel csak úgy turkálni, csak úgy nézd meg az okkultizmus, miért tért le a pályájáról, mert csak úgy bele akar turkálni a természet fölöttibe. A javasasszonyokkal mi a baj? Testvéreim, az a baj, hogy a sátánnak korlátozottan, de megvan arra a képessége, hogy rövid távon lásson bele a jövőbe. Ezért majd nagyon érdekes, mert egy pár dolgot fel fogok olvasni, ugye azt mondja, hogy a Biblia ezért nagyon világosan lehatározta, hogy honnan tudod meg, hogy a profécia hamis-e. Például az első azt mondja, hogy nézd meg, hogyha nem teljesedik be, akkor tedd is félre. Vedd el, dobd ki a kukába. Teljesen mindegy, hogy ki mondta, dobd ki a kukába. Itt testvéreim, vannak ebben az országban olyan emberek, akik 20-30 éve, de az utóbbi 10 éve semmi más üzenetük nincsen, csak valami profécia. Semmi más. Ha rámész az oldalára, ott éjjel-nappal orba-szájba valami profécia folyik. Itt nem elég bocsánatot kérni a hamis a profécia. Az ige azt mondja, hogy a sút, azt tedd félre. És figyeljetek, nagyon bölcs az ige, amit mond. Nem azt mondja, hogy abból tudod, hogy igaz-e, hogy megtörtént. Nem ezt mondja. És ezt tudjátok miért? Ezen elgondolkodtam, de hát miért nem ezt írja az ige? Ha igaz, meg fog történni. Hát egyrészt mondjuk, ha dánieli proféciákat kellett volna megítélnünk Dániel korába, akkor azért kellett volna várni egy darabig. De ugyanez vonatkozik Ezékielre, stb. Sőt, hát Jézus proféciájára is. Ezért azt mondja, hogy miért? Mert azt mondja, van olyan profécia, ami bekövetkezik, de rövid távon a sátánnak is van képessége látni a jövőt. Nézzétek meg, Egyiptom, 10 csapás, az első két csapást tökéletesen leszették a srácok. Tökéletesen. Azt mondták, hogy műcsoda, nincs itt Isten, persze volt már olyan, amiben beletört a bicskájuk, de az első kettőt leszették. Fáró hátradőlt, azt mondja, jó, van, rendben lesz itt minden, hát a fiúk a bányában dolgoznak, hát ezek tökéletesen tudnak mindent. Bot lekerült, kígyósa, tökéletesen tudták a trükköket. És ezért nagyon fontos, hogy beazonosítjuk, be tudjuk azonosítani. Ugye, amit a Biblia mond, zsidó, a 1 János levél 4. rész 1. verse, azt mondja, hogy a profitának a tevékenységét kötelező megvizsgálni. Kötelező. Nem szabadon választott lehetőség. Olvassátok el, 1 János 4.1. Kötelező megvizsgálni. Sokan fel vannak háborodva, hogy mit kell kötözködni. Hát, apu mondta. Hát apu azt mondja, kötelező? Hát akkor kötelező. Hát akkor miért menjek el fölötte? Ja, mert legyek nagyvonalú, mert te már annyira ügyesem. Nem. A kötelező az kötelező. Nem lehet megvizsgálás nélkül elfogadni. Ezért nem véletlenül mondja a zsidó 1.1, hogy a nagyon sokféleképpen proféták által is szólott, de az utolsó időkben, ezért adtam az egyik tanításnak azt a címet, hogy a biztos profécia, zsidó 1.1, sokszor, sokféleképpen a profétai által szólott az Úr, de az utolsó időkben Jézus Krisztus által szól hozzánk. Ez egy alapvető kijelentés. A hegyi beszédben megerősíti ezt Jézus, azt mondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be az Isten országába. Lehet itt variándi, de nem mindenki. 5 Mózes, 18. rész, 21-22. vers. Ugye elolvasni, nincs időm minden igét felolvasni, csak az ige helyet mondom. Ha nem teljesedett be a profécia, akkor azt mondja, hogy tedd félre, ne félj tőle. Testvérem, ma nagyon sok proféta riogat.
ukrán cigány település, jön egy proféta, és aki azt mondja, hogy ő volt a pokolba, és elmesélte, drámaian leírta, hogy milyen volt a pokol. Másnap a 20 fős gyülekezetben ott van az egész falu, 300-an. Mindenki átadja az életét az Istennek. Tehát tulajdonképpen mindenki beköltözött a templomba, mert mindenki megtért. Az utolsó szögig mindenki, minden egyes ember megtért. Testvéreim, az ébredésben láttunk már ilyet, a karizmatikus mozgalomnak is ez okozta a vesztét, hogy rengeteg megtérőt sodort be, de ne felejtsétek el, hogy a megtérés mellé megszentelődést is kell párosítani. A kettő egymás nélkül nem működik. Pontosan ez volt a lényeg, hogy söpörte be a megtérőket, és miért maradtak úgy az emberek, mint egy szál maguk, meg mint a gyufa, meg miért van az, hogy ilyen kamu, félkegyelmű proféták mondanak hülyeségeket azért, mert nincs meg a mérce, nem történt meg a megszentelődés, és nincs mihez mérni, hogy mivel kéne össze, csak a két kamu profétát tudják, amelyik kevésbé mond hülyeséget, az mond igazat, de nem ez a mérce mindig az ige maradt. Ezért figyeljétek el, az utolsó időknek a legfontosabb üzenete majd az lesz, és majd erre ki fogok térni, ezen az alkalmon már nem, hogy az évféli hang az pontosan azt jelenti, hogy egy olyan világkorszak alakul ki, amikor el akar térni az Isten igéjétől. Meghamisítják az Isten igéjét. Én ma már, mivel sok levelet kapok, ma már eljutnak hozzám ezek az információk, hogy nem kell annyira komolyan venni azt az igét. Hát kapsz te saját kijelentést, kapsz te saját impulzust. Testvéreim, a Biblia azt mondja, a profétáknak ez a másik azonosítójuk, hogy akármit mond, ha ellene megy az igének, az isteni kinyilatkoztatásnak, akkor megint félreteheted. Tehát azt mondja, hogy 2020. december 5-én délután 4 órakor visszajön az Úr, akkor ezt tedd félre. Nem is kell rajta, kérlek, egyél, így áll, érezd jól magadat, azt mondja az 5 Mózesben, hogy ne is félj ezektől, mert ez kuka. Félre, miért? Hát mert Jézus azt mondja, hogy a napot és az órát nem tudjátok. Tehát napot megprofétálni, például ami most előttünk van, megint megprofétálta valaki, életveszély, és nem kell rajta gondolkodni. Mosolyogsz egyet, imádkozol érte, hogy az Úr áldja meg az elméjét különösen, és ne félj, és menj tovább, kész. Ő úgyis mérges lesz rád, hogy te miért terjeszted az a rossz hírét, de hát vannak, ezért a Biblia nagyon világosan megfogalmaz ezt. Tehát ha nem teljesedik be, félre lehet tenni. Ugye említettem itt az elmúlt hetekben sokaknak, hogy abból a forrásból, ahol jönnek ezek a proféciák, már rengeteg hamis profécia jött, és akkor írja nekem valaki, hogy de hát bocsánatot kért. Tessék, nem ez van benne, hogy bocsánatot kért. Ez nem olyan, figyeljetek, amikor egy profécia generációknak teszi tönkre az életét. Emberek ezreinek, hogy tudsz te azon? Tehát oké, értitek, ha én megölöm valamelyikötöknek a rokonát, akkor én bocsánatot kérek, én ez rendben van, az Isten megbocsát, de hát testvéreim, nektek azért dolgozni kell azon, hogy ez lezajlódjon, és nem tudom visszahozni a megöltet. Tehát le kell töltenem a büntetésemet. Mikor áll helyre a társadalmi igazságosság, hogyha a te mércét szerint is meg vagyok büntetve. Ez jogos? Én azt gondolom, hogy igen. Ez jogos. Mert vannak olyan, tehát ha pofon váglak, azt el tudom egy bocsánatkéréssel tüntetni. A másikat is el tudom, csak neked is nagyobb hit kell. De ha alágyújtok a házadnak, amit örököltél a nagyszüleidtől, aztán a szüleid is megóvták, én meg csak úgy simán alágyújtok, mert zavart, hogy piros a csereped, csak ezért, mert ilyen komoly dolgokért történnek ez a nagy dolgok, ezt én nem tudom helyrehozni. Ha csak nem építek. Ezért nézzétek meg a helyrehozatalnak a Bibliában, voltak olyan dolgok, amiért 4-szer annyit kellett adni. Nézzétek meg, hogy mikért adták a 4-szer annyit, a helyrehozhatatlan dolgokért adták a 4-szer annyit. Tehát ezért azt mondani a profétának, hogy bocsi, nem! Tudjátok, mit kell ilyenkor mondani? Testvéreim, én elmegyek a gyárba szőnyeget szőni, és bocsássatok meg, hogy egyáltalán belekezdtem ebbe, mert ez nem az én asztalom. A profétálás. És ezért nyugodtan félre lehet tenni, ha nem történik meg. Jeremiás korába, nézzétek meg, olvassátok el a Jeremiás koráról szóló igéket. Számtalan proféta megprofétálta, hogy 2 év múlva visszahozzák az edényeket, és minden helyre áll. 2 év múlva. Holott mit mondott az Isten? 70. 70. Jeremiásnak szerintetek miért volt annyi baja? Mert tele volt a korszak, ilyen azt mondják, hogy volt a babiloni fogság? Több hullámban ment. Mert a Jeremiás a végén már úgy könyörög, hogy aki nem megy el, az mi lesz vele? Meghal. Tehát ott nem arról szólt, hogy akkor az majd beasszimilálódik, beolvad, az meghal. Az meghal. És ezért ugye némelyek, akik azt profétálták, hogy nyugi, maradjatok itt, 2 év múlva minden helyre áll, hozzák vissza az elhurcolt edényeket, azok mit profétáltak? Halált profétáltak az emberek életére. Ezért értsétek meg, a proféták nem azért voltak olyan kemények, mert egyszerűen smigli papíron született,
és nem volt ágynemű a kórházba, hanem azért, mert egyszerűen tétje volt, nem mondhatott ki akármit. És ezért be kell ezeket azonosítani, mert a határok között, testvéreim, az a veszélyes a hamis proféciában, hogy a határok között bizony tud a sátán is, van belelátását. A javasasszonyok, a jövendőmondók ebből élnek. Ő rövid távon belelát a dolgokba. Ez egy fontos dolog. A Izsaiás 8. rész 20. vers a következőt írja, csak szabad fordításban mondom, ha az igével a profécia nincs összhangba, megint félreteheted. Tudom, hogy más irányzatok is vannak, de nyugodtan félre lehet tenni. Nincs, nem kell rajta gondolkodni egy percig, sem kell rajta gondolkodni. Ugye, amikor általános iskolában voltunk, a 2 meg 2-n nem kellett gondolkodni, az 4. Ma már látok olyan cikkeket, hogy gondold át, hogy biztos, hogy 4-e. Ma már bizonytalanítják az embereket. Ne félj, a 2, 2, 4 marad. Legalábbis úgy gondolom, hogyha normálisak maradunk, 4 marad végig. Nem lesz belőle 5, meg 3 se. A Máté evangélium 7. rész 15. részétől kezdődően még egy fontos ismertető jegye van a proféciának, hogy terem-e gyümölcsöt, és hasznára van-e a másik embernek. Ez egy fontos dolog, megint ismertető jele. Ha nincs hasznára, csak egy embernek megemeli a népszerűségét, akkor ezt megint félreteheted, mert a proféciát Isten mindig más miatt adta, nem saját maga miatt adta, hanem más miatt adta. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nézzétek meg, és még egy fontos dolog a proféciában, hogy annak olyannak kell lenni, hogy mások életébe is kell hasznot teremnie. Megegyeztetünk abban, hogy Józsefet, amikor bedobták a kútba és került Egyiptomba, akkor József Egyiptomban nem ért vallásos életet. Nem tudta azt a hitét gyakorolni, persze gyakorolta ott a magába, a kis szobájába, de ugye egy más államban élt, ahol a napisten volt, holdisten, stb. Mégis Józsefről mit mondtak az emberek? Biztos, hogy az Isten vele van. Miért Józsefet választották a második embernek? De ugyanez volt Dánielnél is. Dániel korában mit mondtak a babiloniak? Tudja, hogy az Isten vele van. Hát Dánielhez mentek, ha valami nagyon fontos dolog volt, akkor Dánielhez mentek. Miért? Mert olyan életet élt, olyan gyümölcsöket termett, függetlenül attól, hogy tudott egy gyülekezetbe járni, vagy nem, olyan gyümölcsöket termett, amit észrevettek a kívülvalók. Hát Egyiptomba, értitek? A napisten, a holdisten, a rá, meg a bé, meg a cé, meg a zé hazájába azt mondani, hogy ez biztos, hogy az Isten vele van? Az nagy dolog volt ám. Miért? Mert megnyilvánult a cselekedeteibe. És ezért fontos, lényeges, hogy a proféta milyen befolyást gyakorol a másikra. Ha megfélemledik, az emberek elkezdenek értenek ilyen proféciákra, hogy elszaladnak lisztet vásárolni, tonnaszám. Ez hamis profécia, mert azt mondja, mit mond az ige? Esznek, isznak, házasodnak, és nem vesznek észre semmit. Ezzel mit garantál az Isten? Nem lesz éhség. Hát lesz foltokba, de nem lesz tömegméretű éhség. Mert azt mondja, hogy esznek, isznak, házasodnak. Hát hogy tudunk enni liszt nélkül? Drága asszonyok, ha kivennék a lisztet, meg a sót, meg a cukrot, mit csinálnátok? Hát a férjetek a párolt spárgával azért egy idő után zabos lenne tőle, meg a párolt padlizsántól, főleg a mi generációnk. Most nekem valaki küldött egy, hogy kell egészségesen élni, és hát én mondtam, hogy hát én nem tudom, talán előbb építek lajtorját az ég felé, mint ezt betartsam, mert egyszerűen nem ismeretlen kaják voltak. Szuvidálom, marinálom, mit tudom, miket csinálok a hússal. Tehát régen elég volt csak megsütni és kész. Nem kellett vele ennyiféle műfajt, műveletet elvégezni. Megsütötted, és olyan finom volt, nem? Sőt, volt még régebben, mikor nyersen ették, csak attól egy kicsit ilyen zabosabbak lettek, azt nem ajánlom. És ezért ugye megvannak a Bibliában a profétának az ismertető jegyei. Ezt azért tartottam fontosnak, mert ez szaporodni fog, azt mondja, hogy figyelj, mert a hamis proféciák szaporodnak, nézd meg, a Bibliában számtalan ismertető jegye van a proféciának, de ne félj azoktól a proféciáktól, mert ugye miért kapcsolódik ez ide? Azért, mert amikor a szűz ugye már elzárkózott a babiloni rendszertől, mégis valami megrészegíti, azt olvassuk, mégis valamitől bolond szolga lesz, mégis valamitől balga szűz lesz. Miért? Azért, mert ő is megkívánja a pénzt, nem, túl van rajta, ő ezt megértette, hogy nem lehet az egyházban anyagi felhalmozást csinálni, nem lehet, ő ezen túl van. Mi kápráztatja el? Mégis mi az, ami balgává teszi? Ezek a dolgok. Ezek, hogy látomások, figyeljetek, az Isten szolgái mindig normális emberek voltak.
A normális alatt nem szuperszellemi megfogad, normális, hétköznapi emberek. Például ezért javaslom mindig Isten szolgáinak dolgozni. Azért fontos elmenni dolgozni, hogy emberek között legyél. Reggeltől estig. Hogy tudd, hogy mi a fájdalom, tudd, hogy mi a kín, tudd, mi az, hogy beszólnak, tudd, hogy mi az, hogy leköpnek, tudd, hogy mi az, hogy káromkodnak egyet, hogy ezeket mind tudd. És tudjál különbséget tenni jó és rossz között. Testvéreim, ha csak jóban élsz, akkor nem tanulod meg, hogy mi a rossz. Jézus ezért mondta, hogy nem veszlek ki benneteket a világból, hanem megtanítalak benneteket különbséget tenni a jó és rossz között, és ezáltal megtartalak benneteket a világban. És ezért egy fontos dolog ez. Tudjátok, miért korcsosult el így ma a gyülekezetek vezetése? Azért, mert hátradőlt és kényelmesen kiszolgálták. A legrosszabb, amit tehetett velük egy gyülekezet, hogy kiszolgálta őket tányéron. A legrosszabb volt. Miért? Mert elszakadtak a reális világtól. Ezért ma olyan elképzelései vannak némely embereknek a világról, nem is értik, hogy mi zajlik. Ez nagyon fontos, hogy az ember ne szakadjon el. Jézus ezért választott tenyeres talpas embereket. Ezért választott Pétereket, akik megmondták. Ami a szívükön, az a szájukon volt. Maximum megkapta, hogy ezt most az ördögtől mondtad. De utána Jézus azt is mondta neki, hogy ezt meg nem az ördögtől mondtad. És akkor a Péter szépen az élete végére kiválogatta, hogy mi a jó és mi a rossz. Ráment el az élete? Simán. Simán. Hát testvérem, a Getsemáné kertben Péter letette az államvizsgáját. Mi volt az államvizsgája a Getsemáné kertben? Nem a megtagadással indult Péter válsága. A Getsemáné kertben indult Péter válsága. Jézus megmondta, hogy minek kell megtörténnie. Péter meg azt mondta, hogy ez veled nem fog megtörténni. Ugye úgy kezdte Jézus, hogy meg akarom mosni a lábaitokat. Ki mondta neki, hogy az enyémet bizony nem fogod megmosni? A Peti. Miért mondta neki a Péter? Azért, mert volt egy elképzelés, hogy ők majd ott leslagozzák, magas nyomásúval leveretik a Jézust, sejem ruhát adnak rá, stb. Jézus azt mondta, ne, meg kell tanulnotok, hogy mit jelent az, hogy alázat. Utána Péter mit csinál? Pár óra telik el, barátaim, beugranak a Getsemáné kertbe. Péter, Jézus azt mondja, hogy a szellemnek a kardja, az igével fog ő harcolni, nem kell semmilyen kard. Péter ugye kardot nem hordhattak magukkal, hát azért mégis a mester tanítványai voltak. Péter azt nézte, hogy hol tud kardhoz jutni. És hol jutott kardhoz? Kivette a katonáit és levágta a fülét. Ez normális volt? Nem volt normális. Jézus nem azt mondta, hogy az egyetlen egy hős tehetséges a Péter. Meg kellett tanulnia, és nézzétek meg, ez hová vezetett? Oda, hogy megtagadta Jézust. De amikor ezeken mind keresztül ment, akkor utána megváltozott a gondolkodásmódja. Mondod, hogy tökéletes lett a megtagadás után. Nem olvasom, Pál a következőt mondja neki, egy menzán vannak, kajáznak, kihozzák a menüt, egészen ott el vannak, bejönnek ugye a nagy emberek, leülnek ők is menzázni, Péter átul hozzájuk, és mit mond Pál? Oda megy az asztalhoz, és azt mondja, hogy Péter. Azt mondja, hát az előbb az asztalnál más mondtál, most ide jöttél talpnyolóskodni, képmutatóskodni. Megváltozott Péter? Nem. Küzdött egész életében. Úgy, mint te, meg úgy, mint én. De megvolt a küzdelem. Ahogy mondtam múlt héten, a zöld gyümölcs megvolt. A béketűrés megvolt zölden. Csak kellett napot engedni rá, vizet engedni rá, hogy beérjen. Ez meló? Ez komoly meló. Ez egy nagyon-nagyon komoly meló. Ugye ott maradtunk el, és nem hiszem, hogy sokat jutottam tovább, de ma be fogom fejezni. Ott maradtunk el, hogy az első és legfontosabb dolog az, hogy honnan tudod ellenőrizni az olajszintet, az, hogy ugye megnézed a Galata levélben, mit mond a Biblia, hogy a Szentlélek gyümölcseit javasolja, hogy érdemes megnézni. Amikor ellenőrizni akarod a saját olajszintedet, akkor a Szentlélek gyümölcs. Nem azt, hogy hány tagú gyülekezetbe jársz, mennyit adakoztál, felejtsd el. Hány a Szentlélek gyümölcseit érdemes végignézni. És a Szentlélek gyümölcseinél fel kell lejjed ezeket a gyümölcsöket. Ne idegesítsen, hogy nem mindegyik érett és nem durran ki az egészségtől, nem hát. Jelzem, jelen pillanatban nincs olyan ember a Földön, aki mindegyik kidurran, de meg kell lenni a gyümölcsnek, és ennek a gyümölcsnek formálódni, alakulni, és növekedni kell az embernek az életében. És ez fontos, hogy meglegyen, és benne legyen. Ugye a másik fontos dolog, ugye, amit Jézus mond még ennek, ugye a balgák mit csinálnak, elküldeket Jézus az olajárushoz. Mit jelent az olajárus? Ugye én nem tudok olajat adni, tehát látszik, hogy nem ember adja az olajat,
hanem Jézus tud olajat adni, tehát szent lelket ki tud, azt mondja a Jánostól, az ige az igét magyarázza, mit mondott János, majd szerzek nektek olajat, mert ismerem az olajárust, nem? Hanem azt mondja, hogy aki utánam jön, a szent lélekkel keresztel, és nagyobb nálamnál, és nem vagyok méltó, hogy a lábnyomaiba, a nyomdokaiba lépjek. Tehát olajat ki tud adni, Jézus tud adni. Mit jelent az olajárusító hely? Olyan hely, ahol Krisztus jelen van. Testvéreim, amikor én itt hónapok óta vagy évek óta arról pakolok, hogy ezt a fajta gyülekezeti formát, ami majd meglátjátok különben, amúgy is megszűnik, de hogy ezt a fajta gyülekezést meg kell változtatni, miért? Mert azt mondja, hogy nem elég összejönni, hogy most eljövünk a XY gyülekezethez Isten tiszteletre, hanem hogy mi adja az olajat, amikor Jézus ott van, mert ki tud olajat adni? Jézus. Jézus hogy van ott egy helyen, hogyha szép templomot építünk neki, vagy jó zenélünk? Nem, Jézus úgy van ott, hogyha ketten vagy hárman összejövünk az ő nevében. Sehogy máshogy nincs ott. Nem lehet ide varázsolni, nem lehet ide hívni, nem lehet ide könyörögni, nem lehet lefizetni, hanem azt mondja, hogy egyetlen egy mód van, hogyha az ő nevében jövünk össze. Ezért nagyon fontos, hogy milyen hely az olajárusító hely, olyan hely, ahol Krisztus jelen van. Az utolsó időkben nem felekezeti különbségek lesznek, hanem lesz hely, ahol Krisztus jelen van, és lesz hely, ahol Krisztusnak a nevét használják. Ez lesz a két felekezet, ez lesz a két megosztás, nincs több hely. Teljesen. A rutinok még mennek egy darabig, hogy megidézzük ma Jézus. Jézus nem lehet megidézni. Vagy jelen van, vagy nincs jelen. Ha jelen van, az kitől függ? Tőled, meg tőlem. Hogyha ketten eljövünk, mi kinek a nevében jövünk össze? Miért botrány az ma, hogy az emberek jobban védik a felekezetüket, a vezetőjüket, mint Jézust? Ez azért botrány, mert eddig sem Jézus nevében jöttek össze. Tudom, ez kemény beszéd, de nem Jézus nevében jöttek össze, mert akkor Jézus ott lenne köztük. Felismerték volna Jézust. Ezért nagyon fontos, hogy ezt jelenti az olajárusító hely, ezért a Szentlélek felkészíti az utolsó idők egyházát, hogy ha összejövünk, akkor bizony Jézusnak a nevében jöjjünk össze. Ugye egy nagyon fontos dolog, hogy mit jelent az, hogy készen lenni, szigorúan ragaszkodni az igéhez. Testvéreim, itt ébredés, én tudom, hogy nem vagyok egy olyan, nem is... Tehát ez nem olyan profécia lesz, ami népszerű lesz, de itt nagy ébredésre azért ne számoljatok. Tehát itt a Biblia a Noé korára utal, a Lót korára utal, tehát itt ébredés nem lesz abban a formájában, hogy itt majd minden megoldódik egy csettintésre, beáll a nirvána a földön, hanem itt komoly megpróbáltatásokon megy keresztül az ember, az igaz is alig fog megtartatni. Nézzétek meg, pontosan ezzel konfrontálódik a jóléti egyház. Miért? Mert észrevették az emberek, hogy vannak kihívások az életükben. Hogy nem így megy, hogy majd én böjtölök 10 napot, és az Isten ugrik, és alig várja, hogy a fenekem alá tegyen valamit. Nem ugrik az. A szél az jön, ahonnan jön, és megy, ahová megy. És vagy beleállsz, vagy nem állsz bele. Ha nem jön, akkor meg tudod, mit tudsz csinálni, mint én is, vagy bárki is. Vársz. Meddig? Hát amíg nem fúj. Nem lehet előállítani ezt. És ezért fontos dolog, hogy az ember az igéhez kell szigorúan ragaszkodni. Galata 1:8, Pál apostol azt mondja, hogy ha még angyal, nem egy sima mezei proféta, ha angyal hirdetne is mást, mint amit tanított az Úr, mint amit mi tanítottunk, és ugye itt Jézusra gondol, azt mondja, hogy azt is ne fogadjátok el, mert nem lehet más. Az ige fogja adni az embereknek a tartást és az embereknek az erőt. Ezt mondja a Galata levélben. Ezért ugye mit jelentett, hogy elfogyott az olajuk, nem volt tartalékolajuk, ugye azt különböztette meg, hogy az egyik az edényeibe is vitt olajt, nem csak a lámpásába, azt, hogy nem volt a Szent Szellemmel napi, élő kapcsolata, nem voltak megtapasztalásai, testvéreim. Az olaj nélküli keresztény élet az olyan, mint amikor az autóban nincs olaj. Tehát csúnya hangot, lehet, hogy elmegy egy pár száz métert még olaj nélkül, de utána elkezd csúnya hangokat adni, és higgyétek el, hogy akármi is történik, akármilyen erős is benne a motor, olaj nélkül megáll. Hogy mondják, besül a dugattyú. Megáll. Már attól megáll, hogy rossz benzint tankolsz bele. Ha a dízelbe telenyomott benzinne, én soha nem értettem, hogy mi a francnak kellett ezt így variálni. Menjen valami, robbanjon fel, azt guruljon az autó. Nem, ha a dízel helyett benzint tankolsz bele, egy fordítva, akkor sem megy tovább. Hát képzeld el, az olaj, ami meg a lelke, nem megy annélkül, megáll, visít, és egyre egy olaj nélküli autó egyre csúnyább hangokat ad. Mert ugye ott már a fémmel dörzsölődik, nincs, hogy mondják ezt, nincs kenése. És ez egy nagyon csúnya hang, és ezért ugye létkérdés az embernek az életébe, hogy benne
benne legyen az olaj. Ugye ezért az első volt, amit mondtam nektek, hogy a Szentléleknek a gyümölcseit fel kell ismerni. A gyümölcsökről még egy dolgot engedjetek meg, a gyümölcs nem alkalmi jó cselekedet. Tehát nem az van, hogy ugye ezzel megint becsapták a keresztényeket, hogy egyszer jót tettél, akkor rendben van. Ezek nem alkalmi jó cselekedetek, hanem a gyümölcsök folyamatosan. Mi van azzal az almafával, ami csak egy évben egyszer terem? Vársz még vele egy évet, vagy két évet, és utána mit csinálsz? Kivágod, miért? Átadod a helyét annak, amelyik elkezd teremni. A gyümölcsfával se vagy megelégedett. Nem hallottam olyat, hogy gyere ki, Zoli, nézd meg ezt az almafát. Na nézd meg, ez 94-ben termett utoljára. De meghagytuk. Annyira jó, már 16 éve nem terem, de olyan szép. Ugye Jézus rendezte mindjárt a nem gyümölcs, ugye a fügefánál rendezte, sokaknak ez a kérdése, hogy miért van ez, hogy hát nem is olyan időszak volt. A füge egy olyan, ha megnéztek egy fügefát, azon egyszerre van jelen érett füge is, amit le lehet szedni, és egyszerre van jelen pici füge is, tehát elhúzódik a gyümölcstermés. És ugye amire Jézus ránézett, ugye mondják, hogy hát nem a gyümölcstermés ideje volt, de a pici vagy valamilyennek, mivel a füge több stádiumban van rajta a fán, valamilyennek rajta kellett volna, hogy legyen, és semmilyen nem volt rajta. Az almánál nincs olyan, hogy rajta vannak a nagy almák, és még vannak rajta picik is. Ott pici van rajta, meg nagy van rajta. Cseresznyében sincs olyan, hogy az alján leeszed, és akkor még november végén még a tetejéről még egy kicsit lehet cseresznyézgetni. Nem lehet, kész. A szőlő hogy marad meg? Úgyhogy leszeded és berakod olyan helyre, ahol tartósítod. Ha nem sikerül, akkor megrohad, vagy ha ügyes vagy, akkor mazsola lesz belőle. De hát azért maradjunk abban, a mazsola, nem szeretik annyian a mazsolát, mint a szőlőt, nem? Hát a mazsola az egy azért más, sőt, kimondottan sokan nem szeretik a mazsolát. Ezért a gyümölcs az mindig kell, hogy teremjen. Az mindig fontos, hogy teremjen. És ezért nagyon sokszor kipipáltatják az emberektől. Ó, már egyszer voltam béketűrő. 3 éves koromban 3 percet vártam arra, hogy anyukám hozza a kaját. Megvolt, pipa, béketűrés. Ez nem így működik, hanem a gyümölcsök nem alkalmi jó cselekedetek, hanem bennünk kell, hogy legyenek. Ezért nagyon fontos megnézni, ahhoz, hogy készen vagyunk-e, meg kell nézni, hogy bennünk egyáltalán megvannak-e a gyümölcsök, testvéreim. A gyarapodásról most nem is beszélek, mert ugye van még a talentumos példázat is ebben a négyben, én erről most nem akarok beszélni, de meg kell lennie bennünk ezeknek a gyümölcsöknek, hogy küzdesz valamelyikkel? Hát hogyne? Hát hogyne? Hát ebben a világban nehéz küzdeni a béketűréssel? Szerintem nem nehéz. Elég bekapcsolni a tévét. Egy rohadt filmet meg akarok nézni, és megszakítják kiváló reklámokkal. Tehát hogy lesz az 1 óra 10 perces filmből 4 órás, úgyhogy közben meg kell néznem a hüvelygombát, meg kell néznem a haja, mindent meg kell nézek. De én a filmet szerettem volna megnézni. De nem tudod, ki jössz a béketűrés ebből? Persze. Van, hogy belevágnak olyat a tévébe, de nem a szegény tévékkel. Utána rájövök, hogy ez nem megoldás, hogy szétverem a saját tévémet, tehát tök fölösleges. Mint ugye a parasztember veri a jég a szőlőjét, fogja a szívlapát, ott kimegy, azt ő is ráver 2-t. Ez is egy megoldás, de nincs értelme, mert a jég tökéletesen el fogja verni. Tehát ő már csak a karót, ő már még nagyobb kárt okoz vele. És ezért nagyon fontos ezt megtapasztalni, hogy ezek nem alkalmi dolgok, de meg kell nézni, hogy bennünk vannak-e. Testvéreim, egy keresztény embernél az ula azt mondja, hogy ma legyél készen. Ellenőrizd, hogy benned, megvan-e benned a szándék a béketűrésre. Amikor ilyen mondatok hagyják el a szánkat, hogy na jó, na jó, jó, megbocsátok, de büdös életben nem felejtem el, az első alkalommal, ahogy tudom, visszaadom ezt neked, akkor valami ott meg hiányzik az emberből. Lehet, hogy nem működik így, hogy mindig az Úrtól való dolgot mondasz, de meg kell lenni az alapja. A mag mikor fog kinőlni, hogyha el van vetve? Várhatom én, testvéreim, én nem fogok ma kukoricát, idén nem fogok kukoricát aratni otthon. Szörnyű, nem? Tudjátok, mi az oka? Az, hogy nem vetettem. Tehát ennyi. Eső jó volt, nap jó volt, nem vetettem. Tehát ez egy fontos dolog, hogy meg kell lenni bennünk ennek a magnak. És testvéreim, nem lehet nem véletlenül a szeretettel kezdi, nem lehet úgy, nem mondhatod, hogy te béketűrő vagy. A szeretet az mindegyikben benne van. És ezért a gyümölcsöknél is, ugye miért mondom, hogy meg kell lenni mindennek, ugyanaz a helyzet, mint a törvénynél. Ugye a törvénynél, ha egyet megszegtél, akkor megszegted az egészet. Ha egy gyümölcs, ben a szándék, a készség nincs meg benned, akkor nem tudsz mit csinálni. Tehát ha te ki akarod hagyni, ugye itt van a felsorolásban ugye az összes már
Nem akarom újra nektek mondani, de ugye nem lehet kihagyni valamelyiket, hogy ez nekem nem szimpatikus. A jóság nekem nem szimpatikus. A hűség nekem nem szimpatikus. Tehát ott mindegyiknek meg kell lenni. Az egy más kérdés, hogy a különböző szintjeire jutunk el. És még egy, amit felolvas itt a Biblia, ez nem egy sorrend, hogy ezek így jöttek egymás után, hanem ez csak jelzi, hogy ezeknek meg kell benne legyünk. Békesség. A békességet nem lehet szeretet nélkül. A békességet nem lehet béketűrés nélkül elérni. Hogy lehet a békességet elérni? A szívességet nem lehet elérni szeretet nélkül. A jóságot nem lehet. Az az ember, aki úgy jó, hogy nem szeret, az elég arra, hogy karácsonykor adjál valakinek 200 forintot a Lidlinél, de ez még nem jóság. Ez egyáltalán nem jóság. A hűséget nem lehet úgy elérni, hogy már voltam egyszer a kutyámhoz, én is olyan hűséges voltam, mint ő hozzám. És ezért nagyon fontos, hogy ezekben mind bennünk legyen. A másik, amit mondott ugye Róma 8:14, hogy úgy lehet megnézni az olajszintet, hogy vezet-e bennünket a Szentlélek. Vagy a saját gondolataink vezetnek. Ezt időről időre le kell ülni, és meg kell nézni, hogy engem most végignézem az elmúlt éveimet, engem most az Isten vezetett, vagy a magam elméje vezetett. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon fontos, hogy ki vezetett el egy igazságra. Mert figyeljetek, nem véletlenül Jézus, nézzétek meg, a Szentléleknek ma a mai csoda vezetők adtak egy furcsa szerepet, hogy a kamerák előtt rángatja az embereket. A Szentléleknek Jézus három feladatot adott. Vigasztaljon, gondolom egy nagy ébredés után majd nagyon sok vigasztalásra lenne szükségünk. Miért van szükségünk vigasztalásra? Azért, mert már te se érted néha, hogy mi a francnak, hol az Isten? Na, leegyszerűsítem, aki gondoltam, kimondom. Ezért kell vigasztaló. És akkor néha jön, mikor már az utolsókat rugod, tudod, akkor jön a Szentlélek, hogy itt vagyok. Na jó van, de hol voltál eddig? Hát azért jöhetnél sűrűbben. A másik pedig két dolog, hogy elvezet minden igazságra. Pont, nincs benne rázkódás, nincs benne semmi más. Vigasztal és elvezet az igazságra. Tehát mivel lesz bajunk az utolsó időkben? Rengeteg vigasztalásra lesz szükségünk. Az biztos azért van, mert csomó örömhír fog bennünket érni, nem? A másik pedig az, hogy az igazsággal leszünk bajba, ki kell válogatnunk a sok katyfasz közül az igazságot. Ezt a két dolgot nem tudja emberi erő megtenni. Ha ezt meg tudta volna emberi erő tenni, akkor Jézus azt mondta volna, hogy én elmegyek, ti ellesztek, majd jövök. Nem? Azt mondja, hogy nem, mert nem lesztek el, elküldöm. És ezért nagyon fontos dolog, hogy vezete bennünket. Azok az Isten fiai, akiket az Isten szelleme vezet. Nem az XY nagykerétű testvér, nem a pásztor, hanem az Istennek a szelleme. Az Istennek a szelleme. Nagyon szerencsés vagy, ha a lelki vezetődet az Isten szelleme vezeti, de ha nem, a szívás. Ezért nagyon fontos, hogy téged az Isten szelleme, vezessen. A lámpás, hogy világít-e. Ugye ezt egy autólámpánál nagyon egyszerű megnézni, hogy világít-e, meg kimész, megnézed, hogy világít-e. De ugye szellemi szempontból ez nagyon nehéz. Ugye Máté evangélium mondja, hogy lámpás sem azért gyújtanak, hogy a vék alá jeltsék el. Vannak ilyen igék, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város. Tehát mit jelent, hogy a lámpásod világít? Az, hogy emberi környezetben él. És ugye a lámpásod felkelti az emberek figyelmét. Gyakorol-e a te hited, gyakorol-e a te Istened, a benned lévő Istened hatást a másik emberre? Nem úgy, hogy kihozod a sodrából és idegbeteg lesz a szomszéd, hanem hogy gyakorol-e a hited. Ezért ugye mondják sokaknak, hogy nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben tettünk csodákat, és Jézus nem szól semmit, de nem erősíti meg azt se, hogy igen, azt se, hogy nem, hanem azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Miért? Mert lehet, hogy profétál, lehet, hogy csodákat tesz, de ha nem gyakorolt a csoda és a profécia hatást az emberekre, akkor nem jelentett semmit. Illés, tudjátok, miért menekült el? Mert a világegyetem legnagyobb csodája történik, leszáll az Isten tüze, és az emberek másnap mit csinálnak? Először azt mondják ott, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, az Úr az Isten, másnap fölkelnek, és elmennek dolgozni. És nem változtatta meg Izraelt. Illésnek el kell mennie, Illés után kifut egyedül, az Isten fut, aki mondja neki, hogy Illés, és meggyőzi Illést, hogy nyugi, lesz ez még így se. És ezért nagyon fontos, hogy mit jelent a lámpás. Testvéreim, erről le kell szoknunk, a lámpás nem nekünk világít. Nem nekünk világít. Vagy nem csak nekünk világít, hanem a lámpás világít a másiknak is. És ezért ugye nem mindegy, hogy milyen. Mit mond Jézus a hívőkről? A krisztusi hívőkről, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem azt mondja, hogy ti vagytok a gyülekezet világossága, ti vagytok az anyaszentegyház világossága, az egyházközség világossága. A világ
világossága ti vagytok. Ezért ugye az olajszintet meg lehet nézni, hogy gyakorol-e az emberekre. Testvéreim, a Jézus is kétféle hatást gyakorolt az emberekre, amikor elmondta az igét. Az egyik azt mondta, hogy de jó, köszönjük a világosságot, a másik azt mondta, hogy nem, másik Istent választunk. Az ige mindig gyakorol hatást, az emberekre. És ezért ez egy nagyon nagy csapda. Nem véletlenül Isten minden helyre a szeretetet teszi előre. Miért teszi a szeretetet előre? Azért, mert egyszerűen hatást az emberekre a szeretettel lehet gyakorolni. Azt mondja, hogy abból ismerik fel, hogy olaj van bennetek, hogy egymást szeretitek. Pont, kész, vége. Ezért a lélek gyümölcseinél is az első helyen a szeretet van, és minden gyümölcs alapja a szeretetnek benne kell lennie. Úgy béke, figyeljetek, el lehet játszani az ajándékokat, jónak is el lehet lenni. Ugye a Schindler listájában van egy nagyon megdöbbenő jelenet. Van ugye a táborvezető, nem tudom most, hogy hívják már, és a Schindler beszélget egy ilyen italozás során, hogy ne öljön meg mindenkit. És akkor van az a szegény gyerek, aki ott sikálja a kádát, meg stb., és akkor mondja neki a Schindler, hogy a császárok is, ha mitől lefelé vagy fölfelé mutatták az ujjukat, akkor megkegyelmeztek. És pár nap eltelik, és ez a táborvezető, mikor koszos a kád, stb., így elengedi a fiút, hogy menj el, megbocsátok, menj el. És egyszer csak látod a jelenetet, hogy hátulról bum, lelövi. Az mit jelent, hogy nem tudott, nem, ez nem gyümölcs volt benne, hanem egy egyszeri alkalom. És ezért nagyon nagy különbség, hogy az emberben egyszer van ez benne, vagy benne vannak ezek a gyümölcs kezdemények. Még egy nagyon fontos dolog, a Róma 5, első, második vers, ötödik vers ugyanezt írja le, hogy a szeretetet a Szentlélek tölti belénk. Tehát szeretetet nem tudsz magadba tölteni. Jó tudsz lenni egy napig, kettőig, szeretni tudsz egy napig, kettőig, de Istentől való agápé szeretetet, azt mondja, hogy kitöltetett rátok a szeretet a Szentlélek által tölteti ki. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem emberi szeretet. Emberi szeretettel túl lehet élni ezt az emberi életet, de az örökké valósághoz kevés. Ezért létkérdés, hogy az Isten szeretete belénk legyen töltve, és az Isten szeretete az nem emberi szeretet. Ezért ugye Jézus eljövete előtt komoly megoszlások vannak. Vannak, akik feladják a tiszta evangéliumot. Ugye ilyen a jóléti evangélium, hamis proféciák, a babiloni kereszténység, és vannak, akik őrzik a Krisztus tanítását, de csapdába esnek, és észrevétlenül kialszik a lámpásuk. Még egy nagyon fontos dolog van benne, hogy a lámpás kialudvása nem olyan van, hogy egy számítógép jelez, hogy ki fog fogyni az olaj a lámpásodból. Hanem olvassuk a Tisztus példázatában, hogy ezen nem készültek, hanem ránéztek. Ez olyan, mint amikor elutazol, és lemész a strandra. Mert az a következő program, és kinyitod a táskádat, és teljesen úgy emlékeztél, hogy benn van a fürdőruha. De nincs benne. És azt nem szándékosan nem raktad be, hogy nem rakod be, hogy majd ott eszedbe jusson, hogy nem raktad be. Nem, azt elfelejtetted, nem raktad be. Teljesen jó szándékból. És nagyon érdekes, hogy az olaj így tud kialudni. Az olaj nem úgy alszik ki, hogy előre vannak jelei, hanem egyszerűen le kell ellenőrizned az olajszintet, mert az olaj észrevétlenül. Ugye a Biblia beszél erről, hogy hogyan tud kialakulni, hogyan tud kifogyni, kimenni az ember. Ugye az első helyen, amiről beszél, hogy megkeményedik a szív. Hogy tud megkeményedni a szív, úgy, hogyha nem kap igét, nem kap utánpolt. Ha állandóan proféciákat, meg hülyeségeket, meg zagyvaságokat hallgat az ember, akkor nincs, ami megtörje a szívet. Csak az ige tudja megtörni a szívet. Azt mondja, hogy az élet gondjai, nehézségei, ez megint nem a nagy jólétet támasztja alá, hanem mi az, ami megkeményíti a szívünket? Az élet gondjai, nehézségei. Ezek mind megtörik, meg kikeveredsz a gyerekednek a kiskori állapotából, jön az iskola. Kikeveredsz abból, megházasodik. Már azt hiszed, hogy vége van mindennek, hogy végre éri a saját életét. Azt rájössz, hogy nem. Hát aki már ezen túl van, az tudja, hogy nem. Szóval nem tudod elvágni ezt, persze nem is akarjuk, de ugye nehéz. Tehát én például felnőtt gyerekeim vannak, ha választhatnék, én megtanulnék pelenkázni. Őszintén megmondom, egyszerűbb volt, sokkal egyszerűbb volt. Nagy levegő, 30 másodperc, megcsinálod, ügyes vagy, begyakorlod egy babán a mozdulatot, simán megy. És utána kifújás és kész, vége. Itt, amikor felnőtt, nincs nagy levegő. Mert valami évekig tart, és nem tudsz akkor a levegőt venni. Itt megküzdesz vele. És ezért nagyon-nagyon fontos ez, hogy ezek megkeményítik a szívet, és észreveszi az ember, eljár, tudom,
észreveszi az ember, eljár, és egyszerűen csak lehet úgy egy gyülekezetben, lehet úgy közösségbe járni, hogy megkeményedett a szív. Már rég nincs az Úrban. Ezért ugye a legnagyobb reménység az egyháznak, hogy visszajön az Úr. De nézzétek meg az egyház állapotát, ez ma nem tudja lázba hozni az embereket. Olyan annyira hiányzik, nem, hogy olyan igazán lázba hozzon bennünket. A Barcelona nagyobb lázba. Most néztem a meccset, valamelyik meccset, és látom, hogy üres a stadion, és hallom alatta, hogy újonganak az emberek, és kérdezem a gyerekek, hogy ki kiabálnak. Hát nem ül senki a széken. És akkor mondják a gyerekeim, hogy alárakják a hangot, hogy a tévénéző. Istenem, mondom, ott is hagytam a francba. Mondom, ez becsapnak. Hát nem minden, tudod, hallom a hangot, hogy jaj, és üres, tök üres a lelátó. Na most valami ilyesmi érzésem van néha magammal szembe is, hogy mindenektől körül, de hogy tudna körülni, hogy igazán elementárisan tudja körülni. Ha van néző, ha nincs, ha legalább egyet engednének be, aki ott kúrjongatna, értitek? Vagy a labdaszedő hadd kiabáljon, de senki, mert ugye mindenki be van öltözve állarcos bárra, tehát senki nem tud semmit kiabálni. Nagyon megrázó ez. Úgyhogy, testvéreim, hogy ezeket javaslom az olajszint ellenőrzésénél, és ezt őszintén a lelketekre és a szívetekre bízom, és ma ez nagyon az emberek azért használták, és ugye a gyümölcsökkel, az ajándékokkal magukat próbálták megdicsőíteni. Értsétek meg, hogyha az emberben működik a gyümölcs, azt a másik emberen veszed észre. A környezeteden veszed észre, hogy működik-e rajtad, vagy nem működik. Az nem mértékadója, hogy mit produkálunk egy gyülekezetben, vagy egy közösségben, hanem az olaj jelenlétét a másik embereken. Testvéreim, zászóként Jézus ezért nem vett ki bennünket a világból. Ezért nem járult ahhoz hozzá soha, hogy belterjesedjen. Ezért nem mondta, hogy Jeruzsálembe ti, itt van az összes, figyeljetek, milyen megagyülit lehetett volna csinálni Jeruzsálembe. 12 apostol volt, ugye 12 maradt, mert a kamut pótolták. De megvolt a 12. Kézzétek el, ez összeadja oda az energiát, az erejét. Páról tudjuk, becsatlakozik hozzájuk 13-nak Pál, aki nagyon jól tudott pénzt gyűjteni. Még a macedónoktól is, akik szegények voltak, ugye megköszöni nekik, hogy olyan hűséggel senki. Tehát Pál ügyesen tudott. Minden adott volt, hogy a világ legnagyobb megacsörcsét megcsinálják Jeruzsálemben. Minden adott volt. Sokkal több adottsága volt. És 12, Pállal együtt 13 válogatott legény. És akkor még nem beszélek a többiekről, a diakonusokról, Filepekről, stb. És nem tudták, nem is lehetett megcsinálják a csörcsöt. Miért? Azért, mert Isten szétdobta őket, és azt mondja, a gyümölcsötök, hát persze, hogy ti itt ellesztek. Hát persze, majd beosztjátok, Péter meg János gyógyít, Pál majd megmondja a tutit, elosztjátok. Nem ez a feladat, majd menjetek el. Azt mondja, például kiküldte őket kettesével. Azt mondja, nincs kaja, nincs pénz, nem visztek úti tizedből egy kis ellátmányt, semmit. Azt mondja, majd ti meglátjátok, ha jól szolgáltok, akkor az emberek észre fogják venni a bennetek lévő Krisztus, és nem fognak benneteket ilyen halni. Ha nem jól szolgáltok, hát akkor meg úgyis visszajöttök, és vissza is mentek. És ezért ugye mi volt ezután a próba után? Jézushoz mentek az emberek, és mondták, hogy az egyik felét meggyógyították, a másik nem. De nézzétek meg, veszélyes volt, mert aki meggyógyított, azok mit mondtak? Uram, mi jobbak vagyunk, mint a másik. Nem lehetnénk, hogy mi ott legyünk mindig közel hozzád? Még az egyik, egy testvérpár, még az anyját is rábeszélték, ment a mama is, az is mondta, hogy a Zebedeusné, anyuka, ment, hogy Jézus, fiaimat, de nézd meg, ezeknél meggyógyult. Valószínű, hogy Péter meggyógyult Jánosnál, meggyógyultak az emberek. Mondta Jézus, hogy asszony, az Isten áldjon meg. De olvasd még az igét, még figyelj, még gyere el egy pár hegyi beszédre, mert van még itt egy-két hiányosság. És ezért, testvéreim, nagyon nagy kontroll, és nagyon, nagyon veszélyes a szektársodás, amikor nézzétek meg a szektársodásnak az első jele, ez is újra kell értékeljük ezt a szót, pontosan a szektársodásnak az első jele, amikor a világtól zárkozunk el. Mert pont a világ adná ezt a kontrollt. Figyeljetek, világiak már rég mondták, hogy én például rossz gyülekezetbe járok. Már rég részvénytárságnak hívták az én anyaszentegyházamat. Úgy vágtam őket, mert az én talpnyaló mi voltomat sértették ezáltal, mert nekem kellett az, hogy az volt a minden. És ők már rég mondták, rég, évekkel ezelőtt mondták, és úgy söpörtem le őket az asztalról, nem lesöpörtem, lerúgtam az asztalról, ahogy ma engem. Tehát én ezen nem tudok megsértődni, mert ugyanezt csináltam pár évvel ezelőtt.
Tehát semmi, azt kapom vissza, amit csináltam. Ez meg így teljesen rendben van igeileg. Úgyhogy számot befoghatom. De a lényeg az az, hogy miért volt ez? Hát testvéreim, azért volt ez, mert egyszerűen nem hittem el azt, hogy lehet kontroll. Hát pontosan a világi felfedezni. Hát az azt mondtam, hogy Zoli, ne menj el sehová, olyan szeretet van benned, hogy ez kell nekünk. De ő azt mondta, hogy ha lehet, ne találkozzunk. Ha lehet, én nem állnék veled szóba. Hát amíg ilyen szektás vagy, és igazat mondott? Igazat. Ezért nagy kontroll az emberen. Nagyon nagy kontroll az emberen. Nagyon nagy kontroll az emberen a világ. A gyümölcsöket csak ott veszük észre. 7 percet, 7 óra 10. Énekeljünk el befejezésül egy dicséretet. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Dicsérjük az Úrat.